Ez alkalommal az önéletrajzi sorozatunk újabb két kötetét fogjuk bemutatni. Helmut Kohl visszaemlékezését és Margaret Thatcher visszaemlékezését. Át is adom a szót Baranyi Tamás Péternek, a Terranházon Múzeum történészének, aki az est házigazdája és a beszélgetés moderátora. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a figyelmet előre is. Jó estét kívánok mindenkinek, én is egy köszönettel szeretném kezdeni. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak, hogy vezessem be ezt az estét, ez nagy megtiszteltetés nekem. Ugye, ahogy hallottuk, két kötet bemutatójáról van szó, az egyik Helmut Kohltól a fal levonásától németül egyesítésig, illetve Margaret Thatcher életem című könyvben, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a témának nem csak hazai, de külföldi kutatói is itt vannak, akik segítenek majd értelmezni a 25 évvel ezelőtt történteket, illetve a még régebben történteket, a hidegháború végét, ennek a két nagy formátumú politikusnak az önéletírásán keresztül. Az este folyamán először John O'Sullivannel kezdjük, aki Margaret Thatcher politikai tanácsadója volt, és nem sokára még egy kicsit bőven is bemutatom. Utána a kötetek kiváló fordításait elkészítő Magyar Öcs Péter tanár úrral, illetve Csősz Roberttel fogunk egy rövid bemutatást kapni a kötetekről, utána pedig Egedi Gergely tanárról, illetve Nógrádi György biztonságpolitikussal beszélgettünk a könyvekről. Szóval akkor elsőként hallgassuk meg John O'Sullivant, akiről nagyon sok mindent el lehet mondani. Például azt, hogy gyakorlatilag az összes fontos brit média orgánumban kiemelkedő szerepet játszott az elmúlt 30 évben. Főszerkesztője volt, a társszerkesztője volt a London Times-nak, a Daily Telegraph parlamenti tudósítója volt, így ismerkedett meg egyébként Margaret Thatcher irodájával és Margaret Thatcher személyével magával is, és így vált később beszédírójával és tanácsadójával a második Thatcher kormány alatt. Azután Szabad Európa Rádió és Szabadság Rádió ügyvezető szerkesztő volt Prágában, National Review külföldi tudósítója, 9 évig főszerkesztője, 2003-tól 2005-ig a National Interest szerkesztője, illetve ugyanebben az időben a United Press International főszerkesztője, mondom, szinte minden lényeges sajtóorgánumot nagyon magas szinten megjárt, azon kívül a brit birodalmi rend birtokosa, Commander of the British Empire, 2006 óta még jobban ismert Magyarországon, hiszen azóta olvasható magyarul a miniszterelnök, a pápa és az elnök című könyve, illetve egy ideje, az a szerencse ért minket, hogy Magyarországon is lakik, és 2013 óta a budapesti székhelyű Danube Institute-nak az igazgatója, és most szeretném felkérni, hogy tartsa meg előadását Margaret Thatcherről. Mr. Sullivan. I just shortly introduced you, and the floor is yours. Thank you very much indeed. Well, Mr. Chairman, this is a slightly postmodern moment because I've written down here some thanks for the generous words you've spoken about me, Mr. Chairman. I pointed out that when President Johnson was given the glowing introduction, he replied, "My father would have enjoyed it and my mother would have believed it." But since I don't speak Hungarian, I have no idea you said nice things about me. Thank you. I'd like to begin by thanking, well, so thank you. I'd like to also thank the Joseph Anton Knowledge Center for this event, for inviting me to it, and for publishing the two books on Helmut Kohl and Margaret Thatcher, on which this afternoon is based. Remembering the past accurately is vital if we are sure that we don't want to repeat the mistakes of history, including our own history. The Cold War only ended a quarter of a century ago. It was the central political fact for most Europeans still alive today. Yet, as events in Ukraine have recently revealed to us, we were alarmingly quick to forget the lessons that Thatcher and Kohl taught us in that long twilight struggle. So I'm honored that I've been asked to remind us all. Jó estét kívánok, kedves moderátor úr, kedves hölgyeim és uraim! Először is köszönöm szépen a bemutatást. Bár nem beszélek magyarul, de feltételezem, hogy nagyon sok kedves dolgot mondott el az imént rólam, és azzal szerettem volna kezdeni,
hogy Lyndon Johnson amerikai elnök szavait felidézem, aki úgy azt mondta egy alkalommal, amikor ilyen hasonló bemutatást, felkonferálást kapott, hogy apám élvezte volna, anyám viszont elhitte volna. Hadd mondjak köszönetet az Antal József Tudásközpontnak is ennek az eseménynek a megszervezéséért. Köszönöm, hogy meghívtak résztvevőként, és hogy kiadták a mai délután megtárgyalandó Helmut Kohl és Margaret Thatcher életrajzi könyveket. Ha nem akarjuk a múltban elkövetett hibákat megismételni, akkor elengedhetetlen a múlt pontos felidézése. A hidegháború épp negyed évszázada ért véget. Ez a politikai küzdelem a legtöbb ma élő európai polgár küzdelme volt. Azonban, mint az Ukrajnában történtek mutatják, elég hamar elfelejtettük Margaret Thatcher és Helmut Kohl által a hidegháború alatt tanítottakat. Megtiszteltetésnek veszem, hogy felkértek arra, hogy emlékeztessen mindannyiunkat. Thank you. Now, my credentials for talking today are as personal as much as they are political or intellectual. I wrote about Mrs. Thatcher as a parliamentary reporter from close range from 1972 to 1976. I worked as an editorial writer on the staff of the Daily Telegraph, a newspaper that was sympathetic to her politics and worked with her. In opposition, I served as a link between her and the editor of the paper. Later, I worked with her in Downing Street as a special advisor on domestic policy, and informally after 5 o'clock as a speechwriter for 3 years. After she left office, I continued as an occasional speechwriter, and finally, I was one of the small team that assisted her in the writing of her memoirs, the book that we're discussing today. As a result of this, we became family friends. I hoped for her success when she was fighting her political battles. I was proud of her achievements when she lost power. That makes me, I suppose, an unreconstructed Thatcherite in the English phrase. It gives me the advantage of closeness and inside knowledge. I was sometimes in the room when big decisions were made. Yet, obviously too, I am less detached and dispassionate than others when I judge her struggles and achievements. But then all of our judgments and arguments, whatever their provenance, have to meet the same tests of accuracy and truth. Nem csak szakmai és politikai, hanem személyes jó viszonyom miatt is tudok majd önökhöz szólni. 1972 és 1986 között parlamenti tudósítónként tudósítottam Margaret Thatcherről, a Daily Telegraph szerkesztői tagjaként dolgoztam. Annak az újságjának, amelyhez ő politikájával rokon szenvezett. Hivatala és a lap szerkesztőjének összekötője voltam. Később a Downing Street-i évek alatt tanácsadóként, és nem hivatalosan 5 óra után 3 évig beszédíróként dolgoztam neki. Miután lejárt a mandátuma, olykor-olykor még írtam neki beszédeket, és a memoáriai megírásában is segítkeztem. Barátok lettünk. Éppen ezért vártam a sikerét, mikor politikai csatákat vívott, és mikor elvesztette a hatalmat, büszke voltam elért eredményeire. Úgy vélem, ez tesz engem meggyőződéses Thatcher szimpatizánsá. Ez tette számomra lehetővé, hogy a közelség következtében jól értesült legyen. Voltam nagy döntések meghozatalakor. Azonban másokhoz képest kevésbé vagyok elfogult és szemtelen, amikor eredményeit és közdelmeit vitatjuk. Bármilyen is legyen az eredetük, az összes ítéletünket és érvelésünknek pontosak és igaznak kell lennie. Margaret Thatcher died in April of last year. She is still very close to us. Historical judgments about her are still likely to be controversial. But it is already clear that she left an important legacy. And that is not so normal, let alone so inevitable, as you might suppose. Very few prime ministers leave anything that might be called a legacy. In the last century, Churchill did so, Clement Attlee likewise. Maybe that will be true of Edward Heath if Britain remains in the European Union. But Anthony Eden, Sir Alec Douglas Hume, Harold Wilson, James Callaghan, John Major, even Tony Blair may have done good and bad things in their times of power, but they can hardly lay claim to a legacy of achievement that significantly changed Britain
unless the word's meaning is expanded to include serious failures and misjudgments. Nor is Mrs. Thatcher's record without failure and misjudgments. The poll tax was a domestic policy failure. Her opposition to German reunification, which of course she differs with our other heroic figure tonight, was a serious misjudgment in foreign policy. Her legacy was mixed, but the balance was strongly positive. When we consider privatization, the Falklands War, the reform of trade union law, the defeat of the miners' strike, and much else, it is undeniable that her prime ministership had significant impact on Britain for good or ill. One substantial and impartial proof of this is the number of books written about her. The book whose publication we're marking today is obviously one good example, but it is remarkable that in the year after her death, three new full-length biographies appeared. Earlier biographies, notably the one-volume compression of John Campbell's two volumes, have been republished. Her own memoirs, again tonight, have been republished in single-volume form, and other political and economic studies of Thatcher and Thatcherism are produced at regular intervals. And there are movies, at least two, innumerable documentaries, television plays, stage plays, even several musicals, all revolving around Margaret Thatcher. And a significant feature of these later productions is that works intended to weaken or condemn her end up making her look more sympathetic, even popular. In some respects, she is the Frankenstein monster of the left. The caricature, the left's caricature of her, Maggie, the 100-foot-tall monster woman, turns upon its creators and devours them. The level of bipartisan interest, this level of bipartisan interest, establishes she has left a legacy. But what is it? I will give you in a moment the unreconstructed Thatcherite view of that legacy. Margaret Thatcher 2013. áprilisában halt meg. Még mindig közel áll hozzánk. Történelmi megítélése talán még mindig ellentmondásos. Azonban az már bizonyos, hogy Margaret Thatcher örökséget hagyott hátra. A feltételezésekkel ellentétben ez nem természetes, pláne nem szükségszerű. Kevés miniszterelnök van, aki olyat hagy hátra, amely örökségnek tekinthető. Churchill örökséget hagyott hátra, Clement Attlee szintúgy, és talán ez Edward Heath esetében is így lesz, feltéve, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió tagja marad. Hatalmuk teljében Anthony Eden, Sir Alec Douglas Home, Harold Wilson, Jim Callaghan, John Major, sőt Tony Blair is jó és rossz dolgokat is tettek. De alig ha tudhatnak magukénak olyan örökséget, amely jelentős mértékben megváltoztatta Nagy-Britanniát. Ha csak nem a szó jelentése oly formában kibővítésre kerül, hogy abba beleértendőek a komoly kudarcok és a hibás döntések is. Margaret Thatcher karrierje során is voltak kudarcok és hibás döntések. A belpolitikát tekintve a fejedelem vezetése nagy hiba volt, míg a külpolitika terén a német újraegyesüléssel való szembenállás nevezhető téves döntésnek. Öröksége vegyes fogadtatású, de alapjában véve erőteljesen pozitív. Ha a privatizációra, a Falklandi háborúra, a szakszervezeti törvényekre, a bányászok sztrájkjainak leverésére, stb. Gondolunk, tagadhatatlan, hogy Margaret Thatcher miniszterelnöksége nagy hatással volt Nagy-Britanniára, legyen az jó vagy rossz. Ennek a lényeges és páratlan bizonyítéka a könyvek száma, melyek róla szólnak. A mai nap bemutatandó könyv ennek igen ékes példája. Figyelemre méltó, hogy a halálát követő évben három életrajzi könyv is megjelent róla. A már korábban megjelent életrajzi kötetek javítottak és újra kiadásra kerültek. Ilyen például a korábban két kötetes John Campbell könyv, egy kötetes tömörített változata. A memoárja is újra kiadásra kerültek egy kötetes formátumban. Továbbá megannyi Thatcherrel és a Thatcher időszakkal foglalkozó politikai és gazdasági tanulmányt írnak. Két vagy több film, számos dokumentumfilm, televíziós és színházi darabok, sőt számos musical is készült, amely az életét dolgozza fel. A későbbi produkciók vagy írományok jellegzetessége, hogy azok a művek, amelyek eredendően elítélően nyilatkoznak róla, még szimpatikusabbá, sőt népszerűvé teszik. Sok szempontból ő a baloldal Frankenstein szörnyeteken. Ennek a karikatúrája Maggie a 100 láb magas nő, a készítői ellen fordul és felfalja őket.
Az ilyen magas fokú érdeklődés tisztán mutatja, hogy örökséget hagyott hátra. De mi is lenne ez? Hadd kezdjem azzal, hogy bemutatom önöknek a meggyőződéses Thatcher szimpatizáns nézőpontomat. Thank you. If you want to understand the basic emotional drive of Margaret Thatcher and Thatcherism, it is to be found in some words that she addressed to a television interviewer on the eve of the 1979 general election that brought her to power for the first time. With the election campaign almost over, she let down her guard and claimed and exclaimed, "I can't bear Britain in decline. I just can't bear it." And that was a very sincere outburst. It was also prophetic, whatever else it was. Thatcherism was a politics designed to halt and reverse the decline of Britain. Initially, reversing Britain's decline was seen by her in economic terms, because the most obvious problems facing the countries were economic ones. The most obvious rival set of economic solutions to them, social democratic version of Keynesianism, seemed to have been completely discredited by the rash of national strikes in the winter of discontent. Thatcherism in economics at that time had a strong claim to being a new kind of economic common sense, but it was never purely economic. And when British interests were challenged from other directions, as in the Falklands War and the Cold War, Mrs. Thatcher drew on other relevant traditions, notably tough-minded tradition of national interest realism and a moralistic tradition of liberal internationalism to justify her patriotic purposes. Margaret Thatcher's impulses, whether in economics or in foreign policy, however, were never the final determinant of policy. If a fierce patriotism drove her, it was governed and restrained by a highly practical prudence. Her two central victories in office were the Falklands War and the miners' strike, and they illustrate this. She did not expect or plan for Argentina's seizure of the Falkland Islands, but a politics of national regeneration cannot refuse such a challenge. Though she was, she therefore responded strongly. She took calculated risks militarily and diplomatically. But if you read the book here, you will see she does so only after taking the best expert advice from soldiers and diplomats. At several points, she offers concessions to Buenos Aires. She privately thought they were dangerous, but she did so from the calculation that there were greater dangers to her and the country in doing nothing or in being obdurate. All in all, Margaret Thatcher, in her great battles, maneuvered towards victory rather than striding boldly towards it. For example, again, when the miners made demands in 1981, she was informed that the nation did not have sufficient coal stocks to resist a strike. She gave in, but she at once began making preparations, including a buildup of coal stocks at power stations to resist any later strike. When one came 3 years later, she was in a position to defeat it, and she did. These two outright victories on central struggles ran counter to the usual post-war British politics of compromise and splitting the difference. Together with her prominence in Cold War diplomacy and later a successful economic policy, they established her domestic political dominance, they entrenched her economic and labor reforms as a new consensus in British politics, and they elevated her international profile. Ahhoz, hogy megértsük Margaret Thatcher és a Thatcher korszakot, vegyük gócsi alá az 1979-es választások végén Michael Cocker elnök adott interjújában elhangzott szavakat. A választási kampány végéhez közeledve kicsit elérzékenyült, és ezt mondta: "Nem bírom elviselni Nagy-Britannia hanyatását, egyszerűen nem bírom." Őszinte megnyilatkozás volt, és előrelátó is. A Thatcher korszak politikája arra irányult, hogy lelassítsa és megállítsa Nagy-Britannia hanyatlását. Nagy-Britannia hanyatlásának megállítását elsősorban a gazdaságban látta, mivel a problémák eredetileg gazdasági jellegűek voltak. Az 1978-79 terén az elégedetlenség miatt kirobbanó nemzeti sztrájkok hatására megindított a társadalmi bizalom az addigi fennálló gazdaságpolitikában.
A thatcherizmus a keynesi gazdaságpolitikának a szociáldemokrata változata leglátványosabb megoldásokat ígérte. A gazdaságban kifejeződő thatcherizmus tehát nagy eséllyel vállalhatott a gazdasági józanész szinonímájává. Azonban a thatcherizmus nem volt soha teljesen gazdasági. Amikor a brit érdekeket más irányból is kihívások érték, például a falklandi és a hidegháború, Thatcher egyéb hagyományos politikai eszközökhöz is nyúlt, nevezetesen a keményvonalú realista nemzeti érdekekhez és az erkölcsi liberális internacionalizmushoz. Továbbá a thatcheri impulzusok, legyenek azok gazdasági vagy külpolitikaiak, nem mindig voltak a politikai döntéshozatal végső, meghatározó elemei. Ha az erős nemzeti érdekek irányítottak is, ezeket mindig felülte a gyakorlati megfontolás. Ezt remekül illusztrálja két Thatcher által aratott győzelem is, a falklandi háború és a bányásztrájk. Nem számított és nem is vette tervbe, hogy az argentinok elfoglalják a szigetet, de nemzet a újjászületésének politikája alighat tud egy ilyen kihívást visszautasítani. Bár idegesítették helyi közbenjárási törekvései, hagyta kibontakozni azokat. Azután vállalt csak katonai és diplomáciai kockázatot, miután meghallgatta a legjobb szakértők tanácsait. Többször olyan eredményeket ajánlott fel Buenos Airesnek, amelyeket ő személy szerint veszélyesnek gondolt, de azért cselekedett így, mert látta, hogy a magadság még nagyobb veszélyeket szülhet. Nem csak manőverezett, hanem határozott lépéseket is tett. 1981-ben elfogadta a bányászok követeléseit, amikor is értesült róla, hogy Nagy-Britanniának nem elegendő a kőolajkészlete, ahhoz egy sztrájkot túléljen. Azonnal felkészült, hogy ellenálljon a sztrájkoknak, ideértve a kőolajkészletek erőműveknél történő felhalmozását. Mikor már 3 évvel ezután újra sztrájk kezdődött, ő leverte azt. Ezt a két győzelem különböző a megszokott brit politikától. Thatcher háborús diplomáciája és sikeres gazdasági intézkedései megalapozták a brit belpolitikai életben való dominanciáját, és teret adtak az átfogó gazdasági és szakszervezeti reformáinak, amely tovább emelte nemzetközi renoméját. Thank you. I think I must try to speak up a bit, or else I'll be the only speaker. Among Mrs. Thatcher's most signal achievements was her contribution to winning the Cold War. This was a subordinate achievement, which can be summed up in her own words to President Reagan, that Ronald Reagan won the Cold War without firing a shot. But she added a small coda, not without a little help from his friends. That summarizes the truth quite crisply. Reagan's friends in the cause of winning the Cold War included Pope John Paul II, Lech Walesa, Vaclav Havel, Italy's Francesco Cossiga, arguably Mikhail Gorbachev, who has ever since referred to my friend Ron, the peoples of Eastern Europe, of course, and the Soviet Union, and most prominently in Western Europe, Chancellor Helmut Kohl. All these friends were important, all played roles, crucial roles in restoring freedom to the captive nations of the region. But it's fair to say that Margaret Thatcher was the most consistent, the most outspoken, the most determined, and the most reliable friend to Reagan and the United States in this final climatic struggle. I give them a number of examples, and I'm just going to move quickly to one here. Above all, she rallied the Europeans to ensure the installation of American missiles, the West Europeans, to match the Soviet planting of SS-20s in the countries of Eastern Europe. I'm going to give you one example of the many times she acted to stiffen the spines of West European governments, either weakened by the leftward drift of their social democratic parties, or frightened by the massive anti-installation rallies of the so-called peace movement. West Germany's Helmut Schmidt, a friend of America, a strong anti-communist and a great man, was losing the battle to keep his left-leaning SDP from opposing the installation of American missiles. He asked Margaret Thatcher if she would take some of the missiles that West Germany had originally accepted, in addition to those that she had pledged to take on behalf for Britain. She agreed to do so. Both Schmidt and the installation policy were able to survive for another day and therefore ultimately to triumph. In the end, such leadership ensured that the missiles were installed across Western Europe in 1984. Germany included after Helmut Kohl had replaced Schmidt in, I think, the 82 election.
The installation of the American missiles was only one event, perhaps, but it was a decisive defeat for the Soviet Union in the Cold War. They lost their long-cherished hope of being able to employ nuclear blackmail against NATO and being able to split the Atlantic Alliance. They walked out of the Geneva arms control negotiations in protest, but they had to walk back in a little later. And later still, at the Geneva, Reykjavik, and Washington summits, the Soviet Union had to swallow disarmament treaties that essentially demolished their military threat. The collapse of communism occurred just a few years after that. Today, we forget how quickly the collapse of, how quickly the Reagan-Thatcher partnership vanquished communism. She took office in May 1979. Reagan did so in January 1981. They won power precisely because the voters of the West were worried about the breakdown of their societies and the remorseless advance of the Soviets and their allies. Yet by 1982-83, they had stabilized their own societies and begun the military and economic challenge to the Soviets in earnest. As early as 1982, a senior Politburo official wrote in his diary that the Soviets faced an ideological and economic offensive that they had no idea of how to counter. And if things were going, continued as they were going, he wrote, there would be what he called a Polish Russia in 10 years. That is, the same implosion of communism inside the Soviet Union as had already begun to occur inside Poland. Now, that I think brings my remarks to an end, except to say that I'd like to thank again the Antal Knowledge Center for this invitation and suggest that Reagan, Kohl, and Thatcher and the other statesmen I've mentioned all deserve a share of the credit. Mrs. Thatcher deserves a particular share for the bold, outspoken, ideological way in which she argued her case, thus making it easier for statesmen of a more malleable and, may I say, timid kind, making it possible for them to maneuver within the ideological ground that she had won. Thank you. Egy pár mondatból összegezném az utolsó felét, tehát hogy a hidegháború lezárásáról volt szó, és tulajdonképpen, hogy a Margaret Thatcher által Ronald Reaganre mondottakat osztotta meg, hogy Ronald Reagan puskalövés nélkül nyerte meg a hidegháborút, tehát egy fajta megemlékezés volt Reaganről, de holott hozzátette, hogy nem szabad arról megfeledkezni, hogy barátai is voltak abban, hogy segítették a hidegháború és a leverésében, illetve utána a kommunizmus megbukásáról is szó van, és hogy ahhoz is milyen szinten hozzájárult Margaret Thatcher, és hogy ugye ez ilyen kollektív összefogásra volt szükség, de kiemelte, hogy Thatcher volt, aki a legszenvedélyesebben és a legvehemensebben állt ki ezekért a jogokért. És nagyon szépen megköszöni a figyelmet, illetve az Antal József Tudás Központnak is, hogy megszervezte ezt a könyv bemutatót is. Még egyszer John O'Sullivan úrnak, Móninak a fordítást és tolmácsolást, és akkor szeretnék a kötet fordítóitól hallani néhány gondolatot arról, hogy milyenek voltak ezek a könyvek, hogy születtek meg ezek a fordítások. Először Magyarics Péter tanárt szeretném szólítani, aki egyébként a minden témában előforduló fordításai mellett, amiket szintén jól ismerünk, arról is híres azoknak az embereknek, akik 10-15 éve angolosok voltak a gimnáziumban, amikor én, hogy milyen jó angol könyveket írt, és sem hiszem, hogy az én korosztályban lenne olyan, aki ne tanult volna belőlük, úgyhogy át is adnám a szót önnek. Köszönöm szépen, Tamás. Ez a komment, mi szerint, hogy számos korosztály tanul a könyveimből, ez arra is egy utalás, természetesen akaratlan, hogy hát a én is mondjuk abban a korban vagyok, aminek a révén személyesen is lehettem tanulja azoknak az eseményeknek, amelyek a Margaret Thatcher idején történtek Angliában. Azért is, mert ebben az időszakban, amíg ő miniszterelnök volt, 6 alkalommal volt lehetőségem Angliába utazni különböző minőségben, és személyesen is megtapasztaltuk ott a diákjaimmal fönt Yorkshire-ben a bányásztrájkok és azok következményeit többek között. Még csak annyit említenék erről a kor előre
hallottáról, hogy a tanárként, amikor ugye fogadtam a fogadóhelyen a gyerekeknek a szüleit, föltűnt, hogy egy idő után az anyukák egyre fiatalabbak. Most a könyvről, miután az Szabiben úr előttem, és aztán a szakértők majd utána nyilván széles tablót fognak mondani, illetve mondtak a korról és a könyv szerzőjéről. Én csak, mint a fordító szemszögéből, tehát ahogy én láttam, és ahogy én átéltem ezt az egész 9-10 hónapot, amíg dolgoztam ezen a könyvben, arról szeretnék egy-két impressziót megosztani a hallgatósággal, tudván azt, hogy csak néhány perc a rendelkezésemre, tehát túl sokat nem tudok mondani. Először is nyilván, ha valaki kezébe veszi a könyvet és elolvassa, akkor láthatja természetes módon, hogy ez egy szubjektív hangvételű könyv. Ezt senki nem rója ezt fel a szerzőnek, tehát ő maga szemszögéből látta az eseményeket. Ez egy dolog. De ugyanakkor viszont egy óriási tablót rajzol föl arról a korról, amelyben ő élt, a születésétől kezdve különben, tehát az érdekes az első fejezetekben a saját gyermekkorát, a Grenfellben, a szülővárosában, ahogy ott tevékenykedett és már korai éveiben és a politikába bevonta őt apukája, aki polgáros területot beközött a városban, az oxfordi évek, és így tovább egészen a államtitkárságig, miniszterségig, miniszterelnökségig, tehát ez egy nagy évű áttekintés a korról. Gondolhatná valaki, hogy jó, hát rendben van, de hol van ez már tőlünk. Nem így van, hiszen azok a témák és azok a dolgok, amiket ő leír, azok bármely korosztály is olvassa most majd ezt a könyvet, és bármennyire is nem angol szakos valaki, vagy történelem szakos, akinek mondjuk ex officio illik tudni bizonyos dolgokat erről a korról is, meg a ott leírtakról. Azt kell majd lássa és olvassa, hogy bizony ezek a témák, ezek állandó érvényűek, ezek visszaköszönnek ma is. Csak néhány példát hadd mondjak. Belpolitikai témaként az állam szerepe. Gazdaságilag úgy tekintette az államot, hogy az állam ne tenyereljen bele a gazdaságba. Az állam maradjon ki a gazdaságba. Tehát alapvetően liberális gazdaságpolitikát hirdetett meg. Liberalizációt, privatizációt, tehát egész hivatal idejét egyfolytában küzdött ezzel a témával és az a brit váltók a privatizációjával. Ebben a vonatkozásban került ugye többek között szembe a szakszervezetekkel, és kellett megvívni a harcát a szakszervezeti korlátokkal, mert ő azt látta és úgy érzékelte, hogy azok a szakszervezeti előjogok, amelyeket a korábbi kormányzat, munkáspárti kormány idején a szakszervezetek kibírtak, ezek útjában állnak a szabad piacgazdaság érvényesülésének, és ezeket le kell bontani. Ez végigkísérte a karrierjét. Nagyon érdekes az, amit az oktatási vonalon, tehát mint oktatási miniszter csinált végig. Ez engem annyiból is érdekelt, mert ez ugye hát saját szakmám, és itt nagyon otthon éreztem magam bizonyos részek fordításakor, tehát az iskola reform, különböző iskola típusok, ez a bizonyos comprehensive school-ok létrehozása, amit igyekezett, amennyire lehetett visszafordítani ezt a folyamatot, amit a munkáspárti kormány indított el. Az egészségügyi kérdések, ami ugyancsak nem egy lejárt lemez. A szociálpolitikai dolgok, nyugdíjügyek, a housing, tehát a lakáshelyzet és így tovább. Ami talán egyetlen dolog, úgy érzem, hogy ha valaki olvassa a könyvet, akkor úgy gondolja, hogy ez egy kicsit unalmas, vagy száraz, vagy valami, már nem közgazdász az illető, azok a fejezetek, amikor nagyon részletesen taglalja a számszerű adatokkal együtt, jól megspékelve a különböző gazdasági problémákat, pénzügyi dolgokat. Tehát ezek nekem, mint fordítónak nem voltak könnyű részek, mert nem vagyok közgazdász, de szerencsére a szakmai lektoromnak a férje az, és ezért, hogyha valami probléma volt, hogy ugyan szépen néztek ki ezek a mondatok magyarul, csak éppen azt nem tudtam, hogy van-e értelmük, azt úgy helyre tette. Sokat tanultam ebből a témából. Nos, ennél tovább menve, az, hogy Angliáról szól ez a könyv, hát persze, a választási rendszerről, a parlament működéséről, a törvényhozásnak a menetéről, a miniszterelnöknek a rendkívül szertágozó tevékenységéről, munkájáról,
hogy kellett megküzdeni a saját kormány tagjaival, a kabinettjével, nem is szólva által az ellenzékkel, de inkább a saját berkein belüli harcokról szól. Ott volt a devolúció, a skor, meg a velszi függetlenség, függetlenségi mozgalmak. Ezek vajon nem időszerűek? Nemrég volt éppen a skót népszavazás, ugye a függetlenség kérdésében. Észak-Írország az IRA. Most, ennyit a belpolitikáról röviden. Külpolitika, ott is sok minden elhangzott, már nem akarom ismételni. Ami engem különösen érdekelt és nagyon vonzónak találtam, az a következő volt. Ami a mai brit politikát is jellemzi, ugye, hogy mennyire legyünk szüleinek, mennyire fogadjuk el az integrációt. Akkor még nem volt unió, hanem annak az előadja az európai gazdaság közösség. De egyfolytában ment ez a harc akkor is. Ugye, szuverenitás kontra integráció. Ez a bizonyos izolációs politika mennyire lehet folytatni, ugye Anglia azért mindig valahogy mindenki tudja, aki foglalkozott ezzel a témával, azért egy kicsit bent, egy kicsit kint, azért mindig kívül állt, hogy annak idején Dugol megfogalmazta, Anglia nem elsősorban európai ország, azért fogta meg kétszer is a brit belépési kérelmet, és csak akkor tudtak belépni, mikor Dugol végre elépett a politikai színről. Hanem inkább a tengeren túlról érdekelt, és nem elsősorban mezőgazdasággal foglalkozik, kereskedelemmel. Tehát ez volt, ez az egyik alapvető kérdés, és ez mind a mai napig megy. Hát, ha valaki olvassa a híreket, akkor tudja azt, hogy David Cameron is ugye mind izmozik ugye az unióval. Milyen témákban? Hát a brit hozzájárulás mértékben, hogy most azt meg kell emelni, mert a GDP arányos, ugye azt emelni kell. Akkor az angol front és az európai közös valuta kérdés. Akkor még csak terve volt véve a közös valuta, Thatcher minden áron igyekezett lassítani ezt a bizonyos folyamatot. Nem is szólva arról, hogy az integráció motorja egy francia volt, ugye Jacques Delors és hát ugye a franciák és az angoloknak a viszonya. Tehát ez az integrációs kérdés volt az egyik, és a másik pedig, ami nagyon ugyancsak kvázi mulatatotta, ez az önrendelkezés, ugye. Amikor a Falklandi háború jött, akkor természetesen az önrendelkezés az mindenek felett álló volt a szerzőn szemében. Miért? Mert ugye a Falklandi lakosság jelentős része döntő többsége brit. És azt mondta, hogy amennyiben ők úgy döntenek, hogy ha megszavazzák azt, hogy Argentinához csatlakoznak, ám legyen. De nyilván könnyű volt ezt mondani, mert nyilván nem volt esélye arra, hogy azt szavazzák meg. Tehát itt az önrendelkezés nagyon erős prioritás volt a számára. De mi volt a helyzet a német egységgel? Amikor ez előjött, és Kohl kancellár eléggé nyíltan közölte is a többi érdekelt, hogy nem nagyon szóljanak bele, mert ez német kérdés, és a németeknek joguk van az önrendelkezésre, akkor már nem volt annyira szószólója az önrendelkezésnek olyan értelemben, hogy jó legyen, ám legyen, természetesen elismerjük. Igen, ám, de. De mi lesz akkor, hogyha megint túlhatalom jön létre a kontinensen? Ugye ez a tradicionális brit balance of powers probléma. Ugye mi lesz a német gőzenger, erre szó szerint így is van írva, hogy ilyen gőzenger, most az amikor is nem tudom, de így fordítottam, ez lehet, hogy helyén való fordítás. Tehát ez volt az a gond ebben, és hogy végig házalt a jóformán az összes európai és tengeren túli nagy csatornak, Gorbacsovtól kezdve, Mitterrand elnök és Bush, idősebb Bush elnököt, hogy mit lehet tenni. Nem lehetett semmit se tenni, ugye Gorbacsov tárta a kezét szét, ugye Mitterrand vele együtt mérgelődött a dolgon, de nézték a német térképet, hogy ugye a történet folyamán milyen flexibilisek voltak a német határok, és mi lesz ebből megint, és idősebb Bush pedig már inkább a németek fele tendált, ugye, mint európai főszövetséges, nem pedig a hagyományos brit-amerikai transatlanti szövetség. Még olyan is elment, emlékszem rá, és ezt aztán köztudott volt, hogy elfogadta volna továbbra is, hogy a két német ország maradt, sőt, szovjet csapatok továbbra is állomásozzanak Kelet-Németországban. Azt persze kikötöttök, persze nem kommunista rendszert, azt nem. De azért jobb lenne mégis, hogyha külön maradnának. És ha jól emlékszem, akkor az indefinitely kifejezés alkalmazta arra, hogy meddig maradjanak ott a szovjet csapatok. Tehát ez az ideiglenes ott állomásozás dereng föl az emberben, úgyhogy nem akarok poénkodni, de ez körülbelül így
csapódott le. Hát nyilván nem sokat tehetett ő se a folyamatok ellen. De ez nagyon érdekes volt, hogy amit ma ugye úgy fogalmazunk meg, hogy érték alap szemben az érdek alappal. Most akkor melyik, hogy melyik kerül előtérbe? Hát ugye az angoloknak a krédója, ahogy Lord Palmerston megfogalmazta, hogy Angliának nincsenek örök barátai, nincsenek örök ellenségei, Angliának örök érdekei vannak. Most ez végigvonult nyilvánvalóan a könyvben egy nagyon érdekes személyes megközelítés által, és ez a könyvet ilyen értelemben is, amit most gyorsan itt tényleg nyilvánvalóan elmondtam, időtállóvá és időtlenné teszi bizonyos értelemben, tehát nem arról van szó, hogy itt egy letűnt korszaknak egy bármilyen fontos szereplője, memóriát olvasok és hol van az már. Nem. Ezek nagyon élő dolgok, de minden, tényleg minden. Minden dolog a fordításról tényleg megvezet. Nyilván tudnom kellett, hogy én egész más audience-nek, tehát hallgatóságnak, olvasóközönségnek fogok írni, mint a szerző. A szerző oda-haza, hát a brit audience-nek ír. De én a fordítása és az magyarok fogják olvasni. Ennek következtében muszáj volt bizonyosokat hozzátennem. Ez úgy csapódott le, hogy több mint 200 footnote-ot, lábjegyzetet sikerült kreálnom, nem is szólva a törzs szövegen belüli ilyen szövetes zárójeles kommentekről, de muszáj volt megtennem, nem azért, hogy saját magamat próbáljam előtérbe tolgatni, hanem azért, mert ez két különböző olvasóközönség. Ami a hazainak természetes, az egy magyarnak nem, és nem tételeztek, hogy itt mindenki angol szakos, vagy mindenki ezt akkor kutatja. Hát a többiek meg nem kötelesek ezt tudni. Tehát amikor azt mondja csak, hogy Ted. Mi az, hogy Ted? Ugye? Edward Heath. De egy angol biztos tudja az a Ted kicsoda. Mi nem. Események. Megrendültet álltam a Gallipoli csatatéren. Na jó, és akkor nem kell tudnunk, hogy mi az, de muszáj volt megírni, hogy az úgy ott mi történt. Fogalmak. Intézmények. Ugye mi az, hogy common law, mi az, hogy 11 plus exam, mi az, hogy comprehensive school, public school, és így tovább. Hát ezeket meg kellett magyarázni. Végül kulturális vonatkozások, hogy tényleg egy lazával fejezzem be. Egyik választási kampányán ugye egy stand-up humorista, aki moderálta a kampányát, elhozta az üdvözletet egy bizonyos Noti S-ből. Ezekből azt írja a szerző, hogy ezek után, ugye a Noti S-ből megjött az üdvözlet, konzervatív pártkongresszusra személyesen neki, ezek után már nem lehetett komoly választási kampánybeszédet tartani. Ezt így leírja, ez oké. Na de egy magyar olvasónak mit jel, most mi van? Most mi nem lehetett? Itt arról van szó, hogy ez a Noti S, ez egy törpe ország, és ez a bizonyos stand-up humorista csinált a BBC-nek egy sorozatot, ahol ezek a kis törpök, ugye Nottingham és Liverpool egyik külső városrésze, ott élnek és ott tevékenykednek. Kvázi hupikék, törpikék, ők is kéket tudnak, a konzervatív színeket viselik. Tehát először megjelent egy kék törsebb próbál a pódion ez az illető, és aztán elhozta a Nottingham üdvözletét. És akkor utána már csak humorról lehetett szó. Most az ilyen utalásokat ugye muszáj megmagyarázni egy magyar olvasónak, és nagyon sok van a könyvben. Remélem, hogy ezzel nem rontottam a minőségét. Tényleg nincs több időm, gondolom mennyi is elég volt. Olvassák jó szívvel, mert tényleg egy remek könyv, azt kell mondjam. Kicsit hosszú, de nyilván nem kell olvasni egy gyűjtőben, hanem lehet közben pihenni is. Köszönöm a figyelmet! Mi is nagyon szépen köszönjük. Én egyébként, mint a könyv olvasója, és ezt egyébként tanúsíthatom, hogy magyar istenáról lábjegyzetei igen sokban hozzájárulnak egyébként az érthetőséghez, és egyébként még egy ilyen tudományos érdeklődést is kielégítenek. Most, ami a leginkább eszembe jutott, amikor a VET kifejezés magyarázza a Thatcher politikáját a konzervatív párton belül ellenzők, ami egyrészt egy egyetlen azt mondta, hogy nedves, másrészt pedig egy diákszleng, aminek azért egészen picit drágább, picit játékos áthallásig vannak, az nagyon jó volt olvasni a lábjegyzetben, mert így megmagyarázom, hogy soha egyre nem találkoztam előtt, hogy nagyon szépen köszönjük, és szeretném fölkérni a másik fordítónkat, Csősz Robertet, aki germanista, és aki nagyon sok mindent fordított szintén, és irodalmi és közéleti dolgokat, irodalmiból csak hagy emeljem ki Hermann Hesse és Thomas Mann levelezését, ami hát nem igazán értek a germanisztikához, de biztos, hogy ennél magasabb szint azért kevés van.
illetve közéleti műveket is, vagy Helmut Schmidtnek a visszaemlékezéseit tettem magyarra, és most meg is kérnék, hogy osztam a gondolatét a kórvezetről. Köszönöm. Akkor üdvözlök én is mindenkit. És akkor, hogyha jól értettem a kommunikációt, akkor olyan sok időm nincs, de igyekszek azért majd néhány személyes dolgot én is elmondani. Jó, tehát mindenekről köszönöm ezt a végtelenül megtisztelő, és talán még annál is nehezebb feladatot, rám kirúgó felkérést, hogy fordítóként gyorsan beszélek, néhány szóban foglaljam össze, hogy miről is szól ez a könyv, ezért megpróbálom. Először kezdem egy idézettel, a könyvből származik az idézet. Ha Isten köpenye átlöpög a történelmen, akkor oda kell ugrani hozzá és meg kell ragadni. Ehhez három előfeltételnek kell teljesülnie. Először is észre kell venni, hogy Isten köpenye valóban létezik. Másodszor meg kell érezni a történelmi pillanatot, harmadszor pedig oda kell ugrani és meg kell ragadni. Ez Kohl kancellár egyébként Bismarcktól idézi. És én úgy gondolom, hogy ez az egész műnek a eszenciája, és ez bonyolik az egész körben. A Kohl kancellár műve valójában egy évről szóló elbeszélés. Az ő a saját perspektívájából elmeséli, hogy hogyan élte meg ezt a egy évet, hogyan látta meg ő, illetve a német név vele együtt, hogyan látta meg ezt a köpenyt, ami hirtelen fellebbent, hogyan ugrott oda és hogyan kapta el. Én személy szerint nagyon kíváncsian várom, hogy a történészek és a politikai szakértők mit mondanak erről, hogy ez a narratíva, amit elmesél, az valóban így volt-e, vagy ez azért ennél bonyolultabb folyamat volt. Mindenesetre számomra nagyon élvezetes volt végigkövetni ezt a narratívát, az elbeszélést, ez egy nagyon szép, elfogadható, meggyőző narratíva volt a számomra. De most nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy fordító az mindig alapvetően olvasó is, kényszerből nagyon szorgalmas olvasó, aki nagyon sokszor olvassa a saját szövegét. És igazából három szempontot szeretnék elmondani, ami számomra, mint olvasó számára fontos volt, és ami talán fontos lehet majd az önök olvasók számára is. Először is én végtelenül izgalmasnak találtam magát ezt a történelmi helyzetet. Azt, hogy a hidegháborúban megmerevedett viszonyok egyszer csak iszonyú sebességgel egy folytatott mozgásra alakultak át. És ez a mozgás ez nem csak Németországban jelent meg, hanem egész Európában és a világ egy nagy részén is. És ez szerintem egy végtelenül izgalmas tér, amiben ez a Kohli elbeszélés zajlik. Ugye ebben benne van az, hogy összeomlanak a kommunista rendszerek Kelet-Európában, benne van az, hogy az NSZK-n belül vannak politikai csatározások, amikben Kohlnak manővereznie kell, benne van az, hogy a Perestroika az igazából nem olyan lendülettel működik, ahogy az Gorbacsov elképzelné, és itt Gorbacsovéknak is manővereznie kell, tehát szerintem egy végtelenül izgalmas történelmi tér ez, ahol zajlik ez az eseménysor, és magyar olvasó számára talán itt szemben az angol világgal, magyar olvasó számára ez azért lehet nagyon izgalmas, mert a magyar politikusok többször is előfordulnak ebben a szövegben. Németh Miklósnak, Hangyulának nyilvánvalóan nagyon fontos szerepe van, és én mindig izgatottan vártam, hogy ezek a személyek feltűnjenek, és hogy valamit alkossanak. Úgyhogy magyar olvasó számára szerintem ez egy nagyon izgalmas szöveg. Másodszor nagyon izgalmas szerintem maga az a folyamat, és Kohlnak a szerepe, aki ebben az erőtérben
gyakorlatilag olyan, mint egy virtuóz, aki minden hangszeren játszik, és minden eszközzel megpróbálja a folyamatokat abba az irányba vinni, hogy ez a két német ország egymásra találjon. És bepillantást nyerhet az ember a napi munkába, a napi apró, akkurátusan elvégzett munkába, amit Cole iszonyú munkabírással végigcsinál, és követhetjük azt a folyamatot, ahol telefonbeszélgetésről telefonbeszélgetésre, sajtótájékoztatóról csúcsról csúcsra gyakorlatilag tuszkolja ezt a két Németországot egymás felé, amíg végül tényleg sikerül is ezt a két Németországot teljesen közel hozni egymáshoz. Tehát szerintem ez is egy nagyon, nagyon izgalmas folyamat. Kikapok-e érte, hogyha elárulom ezt a műhelytitkot, hogy éppen fordítás alatt van Horst Telcsiknek a szintén erre a korra vonatkozó műve. A Horst Telcsik kor külpolitikai tanácsadója volt, aki maga is egy elég vaskos kötetben írt erről a szűk egy évről, ami a fal leomlásától Németország egyesüléséig tartott, és ő mint egy belső ember a Kohl csoportban még izgalmasabb és még részletesebb pletykákat szolgáltat erről a folyamatról. És túl sok mindent megtudhatunk majd még jövőre, gondolom erről is. Még egy ehhez kapcsolódó kérdéskor, ami szintén érdekes volt számomra legalábbis, hogy a formális hivatalos politika és az informális személyes politika hogyan kapcsolódik össze. Cole nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, és a könyvben többször is kitér arra, hogy számára a személyes kapcsolatok nagyon fontosak. És hogy az ő politikája az a személyes kapcsolatokon keresztül is működik. És rengeteg kis apró történetet lehet olvasni arra, például, hogy amikor úgy érezte, hogy mit ajánlnak a német kérdés ellen fordul, a német egység ellen fordul, akkor egyszerűen felült a repülőre, és rajtaütésszerűen gyakorlatilag meglátogatta Mitterrand elnököt az Atlanti utcán mellett, Bordó mellett levő kis nyaralójában, és akkor addig sétáltatta a tengerparton, amíg meg nem győzte, hogy ez az egység nem veszélyezteti Franciaországot. Ugyanezt Gorbacsovnál is megcsinálta, Gorbacsovot is bomba, amikor ott volt Gorbacsov látogatáson, nem vitte a Ramnapartra, és addig sétáltatta, amíg igazából meg nem tudta győzni bizonyos dolgokról. Azt is leírja, hogy szellemes módon a toporzékoló kicsi dühös Margaret Thatchernek próbálja megnyugtatni. Tehát rengeteg ilyen személyes dolog van, ami szerintem érdekes lehet szintén. Végül pedig, és akkor ezzel zárnám, mert a Helmut Schmidt fordítás kapcsán is nagyon érdekesnek találtam, hogy mennyire összefonódik a hosszú távú koncepció és az apró részletekben hozott döntéseknek a kialakulása. Csak egy példa. Dönteni kellett arról, hogy mi legyen a német egység hivatalos nemzeti ünnepe Németországban. És Helmut Kohl október 3-a mellett volt, sokan a november 9-e mellett, ugye a fal leomlásának a napja logikus lett volna. Azért választotta Kohl október 3-át, mert akkor melegebb van. Jobb az idő, és az emberek kimehetnek az utcára, kiülhetnek, élvezhetik a napsütést. Mennyire precízen csinálta ezt? Természetesen mit csinál ilyenkor egy német kancellár? Kikérte a német meteorológiai szakszolgálattól,
10 évre visszamenőleg, hogy hány fok volt. Megkaptam, hogy jóval melegebb volt, mint novemberben, és eldöntötték, hogy október 3-án. És hogy ez működik, a személyes élmény, és akkor ezzel be is fejezem, hogy körülbelül 6 éve, októberben kint voltam itt Németországban, és egy kávézóban ültünk október 3-án egy német barátommal, és ő azt mondta, hogy ha korábban csinált volna mást, csak ezt az egy ünnepnapot megadja a németeknek, mert akkor szobrot kellett volna neki emelni. Ha elolvassuk ezt a könyvet, akkor kiderül, hogy ennél jóval többet csinált, és én úgy gondolom, hogy magyarként mindenképpen jó, hogyha ezt a folyamatot mi látjuk, ami elvezetett oda, hogy most Magyarországban Európa része vagyunk igazából. Úgyhogy én úgy mondom, hogy ez egy évnek a történetek rövid narratívája, ami viszont szerintem nagyon izgalmas és nagyon értékes és nagyon érdekes narratíva, és nagyon kíváncsian várom, hogy a történészek elfogadják ezt a kori narratívát, hogy máshogyan látják. Jó, köszönöm szépen! Mi is köszönjük szépen, és akkor elérkeztünk az utolsó pontjához. A könyvemutatónknak a kerekasztal beszélgetéshez, ahol Egedi Gergellyel beszélgettek egyrésztről, aki Nagy-Britannia történetének az első számú kutatója Magyarországon, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a tanára, illetve Nongrádi Györgyel, aki biztonságpolitikai szakértő és közgazdász, és készült a Corvinus Egyetem oktatója, úgyhogy fel is kérném önöket, hogy akkor üljük körbe az asztalt, és kezdjük el a beszélgetést ezekről a könyvekről. Most az első kérdésem az lenne, ami egyébként Sullivan úr előadásához is kapcsolódva. Sullivan úr, aki beszélt ezt a Thatcheri hagyatékról, Thatcher örökségéről, illetőleg arról, hogy milyen fordulatot hozott Margaret Thatcher a nagy-britanniai politikába. Nagy-Britannia pár évvel korábban még kormányozhatatlannak neveztek, ez egy közmondásos jellegű ítélet volt Nagy-Britanniáról, és aztán pár évvel később a miniszterelnököt vaslédinek nevezték, mert vaskézzel kormányzott. Hasonlóan fordulatot hozott egyébként Helmut Kohl kancellársága is, aki azért egy nagyon hosszú idejű szociáldemokrata uralom után került kormányra. És az a kérdés, hogy ő is milyen fordulatot hozott-e a politikában, illetve Margaret Thatcher fordulata mennyire tekintett látani. Azt gondolom, hogy drasztikus fordulatot hozott Margaret Thatcher 79-ben, amikor megnyerte a választásokat, első parlamenti beszédében úgy fogalmazott, hogy ez vízválasztó lesz az ő kormányzása. Akkor ugye még ezt senki sem vett biztosra, ma már ugye könnyű kimondanunk, hogy valóban vízválasztónak bizonyult. Ugye miben is foglalták nagyon röviden ezt a fordulatot össze, hiszen erről rengeteg mindent el lehetne mondani. Gyakorlatilag Thatcher kormányra kerülése és a neokonzervativizmus eszméjének a diadala összefüggés elvárszatottan a hagyományos jóléti állam kudarcával, bizonyos értelemben összeroppanásával. Ugye a második világháború után a modern nyugati világban, külsőben és Nyugat-Európában kialakult egy többé-kevésbé széles társadalmi konszenzus azt illetően, hogy az államnak igenis felelősséget kell vállalnia a polgárai sorsáért, jólétért, bele kell avatkoznia a gazdaság folyamataiba. Ez ugye a két világháború közötti szemlélettel élesen ellenkezett, és Angliában, Nagy-Britanniában először ugye az FP vezető munkáspárt lépett erre az útra, és lerakta a welfare state alapjait, majd amikor 51-ben Churchill vezetésével visszajöttek a konzervatívok, lényegében ezt elfogadták. Kisebb változtatások voltak, egy-két szektort reprivatizáltak, de nem túl sokat, tehát alapvetően egészen a 70-es évek közepéig egy konszenzus uralkodott ebben a kérdésben. Na most a 70-es
évek közepén, ugye 74-től ismét a munkáspárt kormányzott, és ez Nagy-Britanniában egy nagyon súlyos gazdasági válsággát eredményesedett. Egy súlyos válsággá, amelynek a részletében most itt nem kívánom önöket persze terhelni és untatni, hihetetlenül magas infláció volt, szakszervezeti sztrájkok egymást érték, a brit gazdaság teljesítménye meredeken hanyatlott, tehát ugye Thatchernek az a meggyőződése, hogy Nagy-Britannia veszélyben van, és ezt meg kell fordítani, ezt a tendenciát, teljesen megalapozottnak tűnt. Ez az a helyzet, amin ő alapvetően változtatni kívánt, és sok tekintetben tudott is változtatni. Akkor egy kollégámnak változtatni. Igen, azt kérdezném, hogy Kohli fordulatról is beszéltünk, vagy ez később jött, vagy megválasztása jelentette különösebb fordulatot, vagy hogyan értékeljük az a jelentőség? Én egy megjegyzéssel kezdem, és utána adok egy nagyon furcsa választ. A megjegyzés az, hogy nagyon jó, hogy az Antal József Tudásközpont kiadja ezeket a könyveket, egy Brzezinskit, egy Kissinger, egy Reagant, egy Kohlt, egy Thatchert. A kérdés egy picit máshogy látom. A fordítás egy ilyen rendkívül korrekt. Én minden könyvben találtam néhány hibát ebbe is, de most nincs jelentőség, hogy elmondjam, mert tényleg jó a fordítás. Az egyetlen megjegyzésem, hogy nincs német szövetségi köztársaság, csak németországi. Minden más a könyvben jó. Bocsánatot kérek. A válasz. Mi az alapdilemma? Kohl a német történelem, és most bocsánatot kérek, egyik legátlagosabb kancellárja. Ahogy ő kormányra kerül, átcsábítja az FDP-t, ez a liberális párt, úgy csábítja át, itt már állandóan sétákról beszéltünk, Genscher mellettel, akik együtt járnak sétálni, ahogy az FDP átmegy, az lesz a név, hogy fast track procent, tehát a FDP-re megy 3%-ra, kiesik a tartományi parlamentekből, stb. De Kohl meg tud maradni. Kohl neve soha nem maradna fönn, ha ez a 11 hónap nem következne be. És egy picit pontosítok, rengeteg dolog elhangzott. Mi a lényeg? Egyedül Kohl, nem a német nép, egyedül Kohl veszi észre, hogy vagy megcsináljuk most a német újraegyesítést, vagy soha. A brémai pártkongresszuson a saját pártja ki akarja nyírni, és azért nem tudják kinyírni, mert aznap este a magyarok megnyitják a határt. És ettől kezdve olyan sikeres Kohl, hogy idézél be a mezitlábos CDU költetek mellé járnak. Nem tudom, ki figyelte, tegnap választották újra 97%-kal Merkel. Tehát ez a 11 hónap teszi Kohlt világszínvonalúvá. Még egy-két pontosítás. Kérem tisztelettel, ki az, aki támogatja a német egységet? Bush. Miért? Mert a globális amerikai politikának ez a célja, a zárójel, horribilis pénzt kér az ebből háborúért, Gorbacsov. Pénzért. Nehogy félreértés legyen, ez a könyv brilliáns, tényleg nagyon jó, és örülök annak, hogy megjelent végre. De a Gorbacsov olyanokat csinál, itt elhangzott az, hogy elmegy Mitterrandhoz. Igen, de elmegy Gorbacsov szülőfalujába, ahol Gorbacsov közölt ki 8 milliárd márkát, horribilis pénz, hogy kivonják a NDK-ból a szovjet csapatokat, megállapodnak, majd hazamegy és Gorbacsov telefonál, bocsi, nyomás jön rám, 18 milliárd. És Kohl zsenialitása, hogy lealkuszta 12 plusz 3-ra, mert vagy most van német egység, vagy soha, a franciák ellene vannak. Thatcher rendkívül furcsa, állandóan kis táskájával megy, előveszi a 38-as hitleri térképet, és én bocsánatot kérek, ami több, mint bűnhiba, és azt mondja a szó szerint, Thatcher benne van a könyvben, hogy kétszer már megvertük a németeket, és most újra itt vannak. Tehát nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy Thatchernek mi a koncepciója, nem is akarok rátérni. A német egységet támogatják a spanyolok, az írek és a magyarok. Gorbacsov mindent pénzét csinál, ami Gorbacsové rendkívül népszerű lesz Németországban, Szovjetunióban, majd utódállam Oroszországban soha semmilyen szerepe nem lesz. Tehát ezeket kell látni, a könyv nagyon jó, a fordítása nagyon korrekt. Tehát én azt javasolnám, hogy akinek lehetősége van, vegye meg ezt a könyvet, belülről látja a német egységet. Egy megjegyzés Magyarországról. Minél inkább távolodunk a határnyitástól, annál több olyan magyar van, aki közben nyitotta meg a határt, hogy már erre rá se akarok térni. A valóságban Kohl azt a két nevet említi, aki valóban sokat tett a határnyitásért közt. Mi is köszönjük szépen. Azt kérdezném, hogy ha már említette Nógrádi úr, hogy belülről látjuk a német egység kialakulását ebben a könyvben, hogy ezeknek a két kötetnek, ennek pontosan milyen a forrás értéke önök szerint? Ugye hallottuk az imént a fordítóktól, hogy a szubjektív nézőpontok, de azért rengeteg információ és rengeteg tanulság van a könyvekben, hogy ezt mondjuk akár a brit konzervativizmus, akár a hidegháború kutatásához milyen forrás értéke járulnak hozzá?
azt gondolom, hogy nagyon fontos források, és valóban köszönet illeti a kiadót azért, hogy ezeket a fontos munkákat hozzáférhetővé tette a magyar olvasó közönség számára is. Persze hozzá kell tenni azt, amit minden történetben belevernek így, belém is, annak idején belém vertek, hogy természetesen egy memoárt, egy öniratot roppant kritikusan kell olvasni. Tehát ezt nem felejthetjük el. Sose felejtsük el azt, hogy minden munka jelen időben készül, amikor a adott szerző írja, és hogy egy neves brit történész, Edward Carty idézek, What's History, Mi a történet című művében írja azt, hogy amiként az üveg megtörje a fényt, úgy a lejegyzetelő tudata is megtörje a történelmi eseményeket. Tehát ugye ezzel a faktorral, ezzel a tényezővel mindenképpen számolunk kell. Sőt, egy picit tovább mennék, valószínűleg a lejegyzetelő tudata jobban megtöri az eseményeket, mint hogy az ablak üveg a fényt. És hát ugye itt nyilván fölmerül mindig az, hogy esetleg tudatos torzítás, esetleg tudat alatti torzítások játszanak köze, hiszen a megélt tudás az oltatlanul mindig töredékes. Ebből következően kellő kritikával kell minden munkához fordulni, tehát abban a szerencsőhelyben vagyunk, hogy akár Kohl, akár Szecser korszakát illető rengeteg alternatív forrással rendelkezünk, tehát tudunk mihez nyúlni, tudunk mihez viszonyítani, de annak önmagában nagy jelentősége és érdekessége, hogy megtudjuk, hogy mondjuk ilyen jelentő történelmi szereplők, ők mivel magyarázzák, és ez önmagában érdekes az eseményeket. Tehát én azt gondolom, hogy igenis a 20. század végének a kutatói számára nagyon jelentős értéke van ezeknek a könyveknek. Egyetértek, néhány megjegyzés. Egy, Magyarország számára egy stratégiai partner lehet ez Németország. A franciák nem, a britek nem, az USA pedig messze van világhatalom, tehát mások a méretek. Ezért a magyar politikának Berlinre kell épülnie, bármilyen kormány van ott. Ezt mi Kohl alatt jól csináltuk. A tragédiánk az, hogy nem készültünk fel a Kohl utáni Németországra, zárójel a világon, senki nem készült fel. Második megjegyzés. Kohl mindig azt mondja, hogy a német egység az egy érme egyik oldala, a másik oldal az európai egység. Zseniálisan csinálja. Tehát amit Kohl leír, nyilván egyetemen én nemzetközit végeztem, azt mondtuk, hogy memoári irodalom egyenlő önigazolással, persze. De ahogy leírja és ami leírja, az korrekt. És végül egy megjegyzés, mi az Antal Péter úrral egy delegációval a határnyitás alkalmából kint voltunk most Berlinbe, Potsdamba, ahol találkoztunk a Theo Weigellel és a Telcsikkel. A Telcsik senkivel nem volt hajlandó szóba állni, rohant, és amikor megtudta, hogy az Antal Józsefről van szó, a Telcsik között, hogy eljön Magyarországra, kiadhatjuk a könyvet, ezt jelenti az első szabadon választott magyar miniszterelnök, ez nem a reklám helye, nekem otthon megvan németül a Telcsik könyv, csodálatos. Tehát ő ezeknek a folyamatoknak a biztonságpolitikai vetületét írja le, napra ugyanezt a korszakot elemzi, ha a társaságnak lesz kedve jövőre, érdemes megvenni. Köszönöm. Igen, tehát Nográdi úr említette, hogy nagyon korrektül benne van, és persze az önéletírásokkal ebben azért nem mindig vigyázni kell. Én egy fél mondat erejéig azért kitérnék arra, hogy azok a részek, hogy nemrég megjelent Németországban egy botránykönyv is Helmut Kohlról, mint ugye a szellemi írója, azokat a részeket, amiket a kancellár igazából csak elejtett, és nem szánt a könyvbe, azokat kiadta egy könyvben, hogy általában azt terjedt el a sajtóban, hogy bizonyos politikus társakra milyen derogáló megjegyzéseket tesz, ami ebben az értelemben nagyon nem érdekes, de onnan kiszivárgott dolgok árnyalják ezt a képet, ez nem túl pozitíve, vagy pedig ez nagyon korrekt marad is. Köszönöm a kérdést, akkor néhány megjegyzés. Egy, áprilisban lesz 85 éves Kohl. Érdemes lesz róla egy kicsit a rádióban, tévében ezzel foglalkozni. Kettő. Kohl mára egy öreg, megtört, beteg ember. A felesége öngyilkos lesz, a második felesége nem engedi, hogy a fiaival tartsa a kapcsolatot. Ezek nagyon nehéz kérdések, szeretném elmondani. Én azzal indítottam, hogy Kohl, mint kancellár, rendkívül középszerű volt, kivéve ezt a 11 hónapot. Amit Kohl előtte és utána csinált, az középszerű. Ő hosszan nyilatkozott egy Schwann nevű újságírónak, ő kiadta a könyvet, Kohlék letiltották, Kohl visszakéri a CDU központból, ezt úgy hívják, hogy Konrad Adenauer Stiftungban náluk lévő összes dokumentumot, bíróságon megnyerte a pert.
egy 85 éves emberről van szó, a felesége próbálja védeni, 50 éves, 51 éves hölgy. Ezeket szörnyű nehéz Budapestről megítélni, Kohl nem tud beszélni, elesett, nagyon komoly betegségei vannak. Én úgy érzem, hogy Kohl a német történelem egyik legnagyobb alakja, ezért a 11 hónapért pont. Ő egyetlen emberre hivatkozik, mint példakép, ezt úgy hívják, hogy Konrad Adenauer, nem a többiekre. És itt elhangzott a német történelmet, 49-63-ig Adenauer kancellár, 63-66-ig Erhard, aki egy csodálatos gazdasági szakértő, de kancellárként megbukik, utána jön egy nagy koalíció, még megbukik a prágai tavasz után, utána jön a 13 év szociáldemokrata, szabaddemokrata kis koalíció, majd jön Kohl. Kohl után még egyszer jönnek a szozdemek Schröderrel, utána Merkel jön, a kérdés az, hogy a liberálisokkal vagy a szozdemekkel, jelenleg a szozdemekkel kiválóan csinálja pont. Köszönöm. Ugye a rendezvénynek az a címe, hogy a Vaslédi és Kohl kancellár, nekik köszönhetjük Európa mai arcát, és a következő kérdésem el is vonatkozik, hogy tényleg így van, tényleg nekik köszönhetjük Európa mai arcát, mennyiben járult hozzá az ő tevékenységük a hidegháború felszámolásához, mennyiben járult hozzá 90 után kialakult nemzetközi rendhez, ez mennyire az ő akaratuk szerinti, vagy mennyire inkább akaratukkal ellentétes irányba alakult később? Igen, itt már Oszaliven úr előadásából és a kollégám megérzéseiből is kibontakozott, hogy valóban sok tekintetben hozzájárultak a mai európai rendhez, de azért azt is látnunk kell, és ezt külsképpen elmondtad ugye Szecserről, hogy egy elég paradox viszonyulás és egy paradox politikai hozzáállás eredménye lett az, ami végül is bekövetkezett. Ugye utalattunk utalás történtő Ronald Reaganre is, aki Szecserrel nagyon jó viszonyban volt, és politikai ideológiai alapokon is nagyjából ugyanazt a felfogást képviselték. Mind a ketten egy olyan álláspontot foglaltak el, hogy a Szovjetunió gyakorlatilag gonosz birodalma, amelyet meg lehet és meg is kell törni. Tehát azt lehet mondani, hogy a nagyon kemény kiállás, amelyet konkrétan Szecser is képviselt, igenis hozzájárult a bipoláris rend felbomlasztásához és ahhoz, hogy a nyugat valóban fegyverek nélkül, illetve fegyverek elsütése nélkül, mert nem fegyverek nélkül, győzelmet tartott a hidegháborúban. De ugye ezen belül azért a brit álláspontot érdemes egy kicsit árnyaltabban megközelíteni. Nagy-Britannia ragaszkodott a nukleáris fegyverzetekhez, abból a józan felfogásból kiindulva, hogy Európában a békét a hidegháborúban csak a nukleáris ellencsapás lehetősége tartja fent, hiszen a szárazföldi tekintetben, a szárazföldi erő tekintetében a Vörös Hadseregnek a Szovjetuniónak óriási túlereje. Na most ebből fakadóan a régeni terveket több tekintetben is ambivalensen viszonyult. Gondolok arra, hogy amikor Ronald Reagan meghirdette a ominózus csillagháborús tervet, akkor azt Londonban szkeptikusan fogadták. Részben azért is, mert nem hittek arra, hogy ez technikailag tökéletesen megvalósítható, de fölmerült ugye az a gondolat is, és inkább ezt emelném ki, hogyha Amerika nukleárisan sértetetlené tudná magát tenni, amire ugye az egész program irányult, akkor vajon adott esetben kiállna a Nyugat-Európa mellett. Tehát ez egy nagyon lényeges szempont volt a londoni megítélésben. Margaret Thatcher következetesen a NATO erősítése mellett állt ki, olyannyira, hogy már amikor a úgynevezett rendszerváltási folyamat ugye elindult, és nyilvánvalóan vált, hogy keletről komolyabb veszély már nem fenyegetett. A Szovjetunió, amíg nem is volt össze, de messze nem volt abban a helyzetben, hogy támadásra gondolt volna, akkor is amellett, tehát ki ugye NATO-t fenn kell tartani. És innentől fogva már ugye jelentős különbségek mutatkoztak London és a Washington álláspontja között. Na most ugye, amiről itt már több szó esett ugye, a kelet-nyugati viszony és a német képés. Nagyon röviden, hadd szóljak erről is, bár már ugye itt hallottak önök erről. Ami a kelet-nyugati viszony kérdést illeti, Thatcher álláspontja több tekintetben eltért az amerikaiaktól. Az amerikaiak úgy látták, hogy lényegében vége a hidegháborúnak, lehet csökkenteni a fegyverkésre fordított kiadásokat, nem feltétlenül szükséges annak a katonai jelenlétnek, annak a szintre pontosabban a fenntartása, ami addig indokolt volt.
Thatcher erről hallani sem akart, kiállt a NATO fenntartása mellett, és abból indult ki, hogy a, és ez érdekes, hogy ez a memoárban nagyon szépen leír és leírja Thatcher, úgy fogalmaz, ha jól emlékszem, hogy nincs nagyobb veszély a történelemben, mintha nagy birodalmak hirtelen összeomlanak. Talán ezt a gondolatot kiemeljük, akkor benne van tömören az ő egész viszonyulása a változásokhoz. Egyfelől örült, hiszen végül a nyugati világ győzelmet aratott a kommunizmus felett, de agálja is voltak, és ebben voltak még racionális mozzanatok is, hogy egy hirtelen és kontrollálatlan változás sorozat az európai stabilitást felborthatja. Ezért úgy fogalmaz ugyancsak a memoárban később, hogy a szabadság offenzíváját össze kell kapcsolni az európai stabilitás megőrzésével. Tehát ugye ez volt az ő kiindulója. Ebből fakadóan, ugye arra is történt utalás, hogy neki jó személyes kapcsolata volt Gorbacsovval, nem kívánta a Szovjetunió összeomlását, egyáltalán nem kívánta, és ebben a kérdésben, kollega mutat is erre, hogy elég messzire elment valami kompromisszumok tekintetében. És ugye ehhez kapcsolódik a német kérdés, ami aztán nagyon élesen szembeállította Londont és Washingtont. Gyorsan világossá vált, hogy az Egyesült Államok kiáll Németország egyesítése mellett, mert első számú stratégiai partnerének tekinti az Egyesült Németországot. Az is kiderült, hogy Gorbacsov noha nem lelkesedő kifejezetten a német egységért, de igazából érdemi ellenást nem tartott. Most a kérdés fölmerült, hogy persze Thatcher miért, ha most ott ennyire éles ellenállt a német egységgel szemben. Hát most itt erre, ez egy beszélgető kérdés, itt nyilván szubjektív tényezőket is ki kell emelni, mert a brit politikában különböző figurák különbözőképp ítélték ezt meg, de azért utalnék arra, hogy Thatcher messze nem állt egyedül ezzel a kérdéssel, mert egy kevésbé jelentős politikus, egy Nicolas Rivière kereskedelmi miniszter, államtitkár, egészen odáig ment, hogy a németeket kifejezetten gúnyolta, és kijelentette, hogy a közös európai terv és a pénzügyi unió terve valójában egy német svindli, a franciák Németország huszkárjaiként viselkednek, be is kellett ezért mondani, tehát azért ez benne volt a brit politikai gondolkodás. Thatcher abból indult ki, és ugye már a klasszikus palmerston hozzáállást hallottuk, Angliának érdekei vannak. És ő úgy ítélte meg, hogy Angliának nem érdeke egy olyan erős Németország, ami uralja az egész kontinens. Ez magyarázza, hogy nem akarta a német egységet. Nem mondta azt, hogy nem egyesület Németország, hanem azt mondta, hogy lassan, fokozatosan. És valóban először próbálta Bush győzködni, Camp Davidben, majd 90 tavaszán a Bermuda-szigetén, hogy adjon, hogy ne adjon zöld utat a német egyesítésnek, próbált tárgyalni Gorbacsovval, és végül Mitterrandhoz fordult, akiben ugye egyfajta érdekszövetséges látott a német egység létrejöttével szemben. Mitterrand ugye elviekben támogatta, de nem mert igazán kiállni. Ezt ugye nagyon nehéz ezt a Thatcher, hogy Mitterrand neki azt mondja, hogy igen, oké, de valójában ezt a nyilvánosság előkezdő álláspontját nem vállalja fel. Ugye az ő elképzelése az volt, hogy az európai unió mechanizmusait úgy kihasználni, hogy nagyon elhúzni, nagyon elhasítani a német egységet. De miután Kohl keresztül tudta vinni azt nagyon ügyesen, hogy az NDK automatikusan, mint egy automatikusan taggá váljon, innentől fogva ez a lehetőség is gyakorlatilag megszűnt, úgyhogy azt olvashatjuk a memoárban, hogy a Németországgal kapcsolatos politikám az egyik ugyanaz. Felírtam 3+1-et a 3. Hihetetlen érdekes, amikor a német egység megvan, ketten vannak ellene, az NDK új demokratikus vezetői és Nagy-Britannia. Kettő. Azért annyit tisztázunk, hogy a európai vezetők a német egység ellen voltak, erről beszéltünk. Mitterrand megtette azt, hogy francia rakétákat vitt a német határa, amelyeknek hatótávolsága 80-tól 120 km volt, tehát csak Németország lőhető velük. Az olasz miniszterelnök Andreotti azt mondta, hogy kívánom, hogy a németek boldogan éljenek minél több államban. Ezeket soha nem bocsájtották meg. Amíg Kohl kancellár volt, aki a német egység ellen volt, azokat európai vezető pozícióban emengedte,
véleményem szerint igaza volt. Falkland. A Falklandról én egyetlen sztorit hagy mondjak el, utána egy elvémekjegyzés. Amikor a Falkland háború volt, kevesen tudják, az egyik magyar miniszterelnök helyettes Argentinába tárgyalt. Én nem akarok belemenni, hogy a Falkland válságba kinek volt igaza, mert utána kitörne a háború a britekkel, és most jó szövetségesek vagyunk, de nem egyszerű a Gibraltár kérdése sem. Falkland. A magyar miniszterelnök helyettes egy tisztességes gazdasági szakértő volt, nem külpolos, nem biztonságpolitikus, és hát Buenos Airesben volt, és behívta az argentin államfőt. Hát szó nem volt arról, hogy jött az államfő fogadja, és azt mondta, választ kér arra, hogy Magyarország milyen eszközökkel támogatja az argentin nép ősi harcát a brit gyarmatosítók ellen. Hát elég nagy az időkülönbség, a külügy összeült, és végül kiment az a távirat, hogy minden elvi módon támogatjuk Argentinát. Az argentin vezetés azt várta, hogy mi azt fogjuk küldeni, hogy a Dunai flotta indul Gibraltárnál szétverjük a briteket. Tehát egy ilyen vonatkozás volt. És a utolsó megjegyzés, aminél sokkal komolyabb. Kérem, a szovjet bomlási folyamatban más volt a brit és más a német érdek. Nagyon durván mondom, a mai ukrán helyzetben más a brit és más az német érdek. A német érdek hisz a kompromisszumban, a brit ennél sokkal keményebb. Meglátjuk, hogy melyiknek lesz szerepet. Utolsó megjegyzésem, a német egység pillanatából Németország úgy lett Európa vezető hatalma, hogy nem akarta. Ettől kezdve nem Nagy-Britannia és Franciaország Európa vezető hatalmai, pont. Még egy gondolatot ehhez hozzátennék, hogyha elolvassák Thatcher memoáját, akkor találnak egyébként erre azért részletesen magyarázatot is, ugyanis kifejti Thatcher, hogy ő nem hisz a kollektív bűnösségben a németekre vonatkoztatva, de hisz a nemzeti karakterben. És ugye azt állítja, hogy a német nemzeti karakter olyan, hogy hol nagyon agresszív, hol meg önbizalom hiányos, de mind a kettő veszélyforrása, hiszen a tudott agresszivitás is és az önbizalom hiány is, és éppen ezért jobb, hogyha Németországot nem hozunk olyan helyzetbe, hogy ennek akár saját maga is a kárát lássa. Igen, Nográdi, még lenne egy kérdésem az igazából az előzőhöz kapcsolódóan, hogy említettük, hogy Kohl zseniálisan alkudozott a nagyhatalmakkal, és hogy a legnagyobb történetette az egyértelműen Németország újraegyesülése, és de közben hogy azt látjuk, hogy olyan szövetségesé voltak ebben, mint az Egyesült Államok, akkor bizonyos mértékig még a Szovjetunió ennél jó indulatokban nem állhatott volna a kérdéshez, mert az a kérdés, hogy azon kívül, hogy egy ügyes alkudozó volt, mert igazából ez a kép bontakozott ki előttünk, azon kívül mi az a saját kezdeményezése, amivel ő hozzájárult a németeséghez, amihez ugyanolyan aktor lett, ugyanolyan szereplő, egy aktívan lépő szereplő, mint mondjuk a Thatcherről mondták, ugye a saját külpolitikáját illetően, mi az, ami Helmut Kohl ilyen aktív kezdeményezővé teszi? Egy. Rájött arra, hogy NDK nem létezik többé, az NDK gazdasága összeomlott. Rájött arra, hogy a hírszerző jelentéseknél sokkal fontosabbak a gazdasági kutatóközpontok jelentései, hogy az NDK napokon belül összeomlik. Rájött arra, hogy az NDK lakosságát nem lehet az NDK-ba tartani, elnézést kérek, a fal felépítésétől 61. augusztus. Majdnem 3 millió kelet-német ment át nyugatra, döntően fiatalok képzettek. Rájött arra, hogy azt a kelet-németek Varsóba, Prágába, Budapestre bejöttek a követségre, ez nem egyszerű akció. Az utolsó napokban olyan mennyiségű ember menekült az NDK-ból, hogy az NDK visszaomlik. Rájött arra, hogy a Honeckerrel nem lehet tárgyalni, mert egy megcsontosodott, alapvetően tárgyalásra alkalmatlan ember. Megpróbált tárgyalni a Modróval, nem lehetett, megpróbált tárgyalni az új, most már polgári kelet-német vezetése. Kiderült, hogy 10-ből 11 ember dolgozott korábban a Stázinak, tehát nem volt egyszerű. Hihetetlen dolgok vannak, ennek egy részét írja le Kohl, és rájött arra, hogy most meg kell csinálni a német egységet, mert most a belső és külső feltételekhez megértek. Gorbacsovot meg kell venni, elnézést kérek, az amerikaiaknak fizetni kell az öbölháborút, a franciákkal kompromisszumot kell keresni, ilyen kompromisszum, hogy bevezetem az eurót, mert egyébként a francia-fran megőrült a német márka erőssége miatt, tehát mindezeket a kompromisszumokat végrehajtotta. Kohl rengetegszer fölteszi a kérdést, hogy lehetett volna ezt a folyamatot jobban csinálni. Persze, hát leülünk egy pohár sörre és 3 órát beszélgetünk, igen. De akkor, amikor éles helyzet van, akkor neki dönteni kellett, és a döntéseit a történelem igaz volt. Még egyszer, előtte, utána középszerű volt.
ebben a 11 hónapban Kohn zseniális volt, és megteremtette azt a német egységet, ami miatt a neve fönnmaradt. Akkor is, ha Merkel megbuktatta, akkor is, ha belement pártpénz botrányjékbe, akkor is, ha a család élete nincs rendben, emiatt a 11 hónap miatt maradt fönn a neve örökre. Pont. Egy álló férfi részéről, ha egy hónap nincs zseniális pártpénz. Azt nem azt mondod, ha 5 percig. Igen, akkor még nagyon picit maradjunk ennél a témánál, azt gondolom, hogy ezek a mostani események fényében azért érdemes megjegyezni, hogy ez a 89 végén, a 90 elején nagyjából körvonalazódtak azok a kompromisszumok, amik Európa további sorsát illették, amiben már ugye helyet kapott az egységes Németország, de az egyáltalán volt biztos, hogy a NATO hidegháborús szerepe, vagy egyáltalán maga az intézmény fönnmaradt. Ugyanúgy, ahogy megszűnt a Varsói Szerződés, ezért sokan voltak, sokan egyébként az eredeti koncepció kiötlői közül, akik azt gondolták, hogy tehát akkor nagyjából hidegháborús konfliktusnak vége, véget is lehet vetni a NATO-nak, ugyanúgy le lehet szerelni a NATO-t is, mint magukat a rakétákat. És ebben az értelemben Németország keleti fele akár csatlakozott a nyugati részhez, akár nem. Például lehetne a NATO jogkörétől teljesen mentes, független terület. És ezek a kompromisszumok aztán később teljesen eltűntek, és Németország, ahogy Egeri tanár is fogalmazott, nem csak, hogy automatikusan az Európai Unió, vagy Európai Gazdasági Közösség része lett, hanem aztán később, hogy a NATO is teljesen a Németország egész területére kiterjedt. És hát a NATO is kezdte a keleti terjeszkedését, ami az egész 90-es éveket, és azután is jellemezte a szervezetet. És sokan azt mondják, hogy ami most keleten folyik, Ukrajnában az orosz expanzionizmusnak a feléledésével, azok igazából erre vezethetők vissza, hogy mondjuk ezeket a rossz szóval talán a máltai megegyezéseket a 90-es években fölültek. Mit gondolod el? Hát a számomra három kérdés hangzott el, próbáltam jegyzetelni. Az első. Az alapvető cél a hidegháború végénél az volt, hogy a Szovjetuniót készállt ki kell nyomni a volt szocialista országokból. Ez sikerült. Ennek a második lépés az, hogy Oroszországot ma ki kell nyomni Ukrajnából. Ez nem tud sikerülni. Miért? Mert Putyin egy rendkívül kemény orosz vezető, nem egy alkoholista Jelcin, és nem egy abszolút politikára alkalmatlan Gorbacsov. Elnézést kérek. Én tudom azt, én nem vagyok politikus, tehát fogalmazhatok máshogy. A történelemben mindig érdekszérek voltak, vannak és lesznek. Ezt nem szabad kimondani, de vannak. Ukrajna hagyományosan orosz érdekszféra volt. Mi most a cél? Leválasztani. Nyilván az oroszok ebben nem mennek bele. Tessék szépen az elmúlt napokban megnézni Putyin Vlagyivosztoki beszédét. Azt, hogy Putyin megalázták Brisbane-be, ez nem megy. Nem lesz harmadik világháború, mert egy atomhatalommal szemben nem lehet háborút vívni. De az oroszok a Krimet nem fogják visszaadni, a szeparatista területeken pedig én legalábbis látok egy kompromisszumos lehetőséget. Második megjegyzés. Mi most a nyugati cél? Hogy amerikai és NATO csapatokat telepítsük a volt szocialista országba. Ki vétózta meg? Angela Merkel. Miért? Mert nem hajlandó a 1997-es NATO-orosz alapszerződést fölrúgni. Bocsánatot kérek, azért most a NATO közgyűlés, az ENSZ közgyűlésén a Nuland asszony bekérette a volt szocialista országok delegáció vezetőit, és azt mondta, hogy tudja, hogy rengetegbe kerülnek embargók közeni, azt nem mondta, hogy bármiben támogat, és azt kérjük, hogy addig tartsuk fönn az embargót, amíg az USA kérés, ne addig, amíg a németek. Én ezt minősíteni sem akarom. És harmadik megjegyzés, a NATO, és ez az utolsó megjegyzésem, a NATO kezdetben nem ment be az NDK területére, németül az még úgy Neuen Bundesländer, tehát az új szövetségi tartományok területére, a helyzet megváltozott. És Németország ma is keresi az oroszokkal a kapcsolatot, több német cég van ma Oroszországban, mint amerikai, több német tőke van, mint amerikai, és több a német export, mint az amerikai. A jelenlegi ukrán embargóval rengeteget veszít Európa, rengeteget veszít Oroszország, idézőjelben vége van Ukrajnának, és sikeresen jön ki belőle az USA. Amit mondok, tudom, hogy nem szép, ez a valóság. A kínai közmondás az, hogy a szép szavak nem igazak, az igaz szavak nem szépek. Pont. Kérdezzük. Köszönöm szépen. Most majd egy kicsit ugranék egy másik témára, de azt mondanám, hogy majd a közönségben, hogyha lesznek kérdések, akkor
akkor nagyon szívesen válaszolnak rá Egedi és Nógrádi urak. Még arra a témára szeretnék kitérni, hogy amikor a rendszerváltoztatás korszakánál tartunk, a magyar állam sok szempontból újra kellett gondolni magát 1990-ben, és ezt egyébként az Antal kormány ezt részint nagyon sok mindent merített azért a brit konzervatizmus örökségéből, meg az elvéből és gyakorlatából, de ennél is többet merített egyébként a német keresztény demokráciától. Úgyhogy ez a Nógrádi előadásából ugye hallhattuk, hogy Kohl azért azt a 11 hónapot leszámítva azért egy viszonylag középszerű kancellár volt, és nem tudom, hogy mit gondol, hogy akkor Németországban van-e ilyen, hogy Kohli hagyaték, de hogy ebben az értelemben Magyarországon meg van, hiszen nagyon sok minden éppen a német politikai struktúrát utánozva jött létre. De az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt a Thatcheri örökség, másrészt pedig egy ilyen német kereszténydemokrata vagy Kohli örökség mennyire él tovább Nagy-Britanniában, Németországban, vagy Európában, vagy nálunk. Tehát milyen ember ellen, mi ezek? Ezt az egyszerű kérdést szeretném tanárunktól, de tudom, hogy ezeket a típusú kérdéseket szereti. Ez valójában több kérdés is volt, ha jól értelmeztem. Az első kérdés ugye a magyarországi hatást illeti. Így gyakorlatilag már a válasz ugye el is hangzott, valójában a rendszerváltás után az Antal kormány egyértelműen a német minta, a német modell mellett kötelezte el magát. Azt gondolom teljesen racionálisan, hiszen a közép-európai hagyományokhoz ez sokkal jobban illeszkedett, a szociális marxizmus, a szociális kiadóság elvei, amely bizonyos szociális szerepet is szánt az államnak. Tudjuk, hogy Thatcher és a Thatcherista irányult erő másként gondolkodott. Margaret Thatcher ugye kétszer járt Magyarországon 1984-ben, másodjára 1990-ben, akkor ugye kimondta azt, hogy akkor úgy látta, és ezt leírja a memoárban, hogy igazi konzervatív államférfit ismerte Antal Józsefben, tehát ezért dicséri Antalt, akivel nagyon sok mindenben egyetértettek, ez mélyen igaz. Ezzel együtt, ha megnézzük azt a berendezkedést, amely Magyarországon kiépül, az nyilvánvalóan sokkal szorosabb kapcsolatot mutat a némettel, mint a brittel. De én ezt egyébként teljesen logikusnak is tartom, valójában a magyar konzervatívus arculata mindig eléggé messze állt a brit mintától, hát magyarázható okomból. Ami a második kérdést illeti, a Thatcher örökség mondjuk Nagy-Britanniában, vagy mondjuk Európa szerte, ez nyilván már egy bonyolultabb a megfelelhető kérdés, de azért lehet természetesen erre válaszolni. Ahogy ezt már Oszaligan az úr előadásában is hallottuk, Thatcher valóban egy olyan örökséget hagyott hátra, ami átalakította Tehát amikor 97-ben Tony Blair vezette az új munkáspárt, megnyerte a választásokat, és a Giddens-i harmadik út jegyében egy új munkáspárti irányvonalat és kormányzatot alakított ki, ebben nagyon sok olyan elem volt, főleg a gazdaságpolitikában, ami kifejezetten a Thatcheri eszköztárból volt. Tehát itt egy nagyon jelentős továbbélést találunk. És ha most ugrunk gondolatban, akkor ugye a jelenlegi kormánykoalícióhoz, amelyet David Cameron vezet, akkor azt látjuk, és éppen az Antal József alapítványa adott ki egy érdekes kötetet ugye Cameronról, egy jeles brit újságíró beszélgetése Cameronnal. Cameron következetesen úgy fogalmaz a saját politikájára, hogy poszt-Thatcheri. Ez egy érdekes és figyelmeztető megfogalmazás, mert sohasem határolja el magát Thatchertől, nem bírálja Thatchert, de ugyanakkor azért nem is azonosul vele egy az egyben ezzel a poszt-Thatcherivel arra utal, hogy tovább lépett, és ugye azt fejti ki, az úgynevezett együttérző konzervativizmus, ez az ő politikai alapállása jegyében, hogy Thatcher rendetette megmutatni a gazdaságát, hatatlanul szükséges feladat volt, az ő feladata pedig a brit társadalom rendbetétele. Tehát azért itt jól érzékelhető, van egy hangsúlyelektronikás. Tehát én is azt mondom, hogy azért nyilvánvalóan a hangsúlyok módosultak, hiszen a gazdaság helyett egyértelműen a társadalmi kérdések, ugye ő beszél a Broken Society-ről, a Nagy-Britannia úgymond széttört társadalmáról, nagyon széles
társadalmi szakadékokról, amelyeket hát mindenképpen át kellene a konzervatív kormányzatnak hidalnia. Tehát azt mondanám nagyon tömören, hát az idő ugye meg is véges, hogy ez egy élő hagyomány, Thatcher alapvetően átalakította Nagy-Britanniát egy olyan vonatkozási pont, amelytől egyetlen politikai csoport sem tekintett el, de nyilvánvalóan, hogy azért ez a hagyományhoz kritikusan is átalakulja viszonyulnak. Három dolgot írtam föl, az egyik. Ha valaki elmegy a nagy vásárcsarnokba, ott van még mindig, hogy a Thatcher veszi a hagyományt. Ráadásul az egyik legismertebb magyar külügyi szakértői nagykövet tolmácsol neki. A másik, 90 után a magyar nagypolitika a németektől kapott segítséget. És erre mondanám a harmadik személyes véleményt. Mi azt kértük, hogy információkat kapjunk, nem pénzre volt szükségünk. Heti egyszer a Benser telefonált, és elmondta mindazt, hogy hogy akarnak velünk kitolni az amerikaiak. Én tudom, hogy a Palmer meghalt. Elképesztően negatív szerepet játszott az akkori amerikai nagykövet Budapesten. Aki segített, az Németország volt. Nekem nagyon érdekes volt, át kellett szervezni a hadsereget. Én németül szégyellem magam, de jól beszélek. Ez 90-ben nagy dolog volt, ma már ez semmi. Ezért volt olyan év, hogy heti egyszer kint voltunk Bonnban, a Védelmi Minisztériumban. Megpróbáltuk mással is. Ha telefonáltam magam ugye szerda, a német válasz az volt, oké, mikor jönnek, csütörtökön vagy pénteken. A brit vagy a francia válasz az volt, várjuk önöket, a katonai attaséjukat értesítsék, az majd szól a nagykövetnek, bemennek a Védelmi Minisztériumba, a Védelmi Minisztérium átadja a külügynek, megtárgyaljuk, tehát ez egy 4-6 hetes procedúra. A németek ilyen nem volt. De amikor kimentünk a Novotel szállóba, még a Védelmi Minisztérium mellett volt, reggel leültettek, estig nem állhatunk föl. Egy órában 5 percet kaptunk arra, hogy aki akar eszik egy szendvicset, kávét iszik, WC-re megy. Délben kaptunk 30 percet ebédelni, és reggeltől estig a németek tanították az akkori magyar katonai felső vezetést. Még egyszer, nem pénzé mentünk, én ennek részese voltam, elképesztően korrektek voltak velünk a németek, és az Antal kormány rengeteget tudott abból profitálni, hogy személyesen a magyar miniszterelnök és a német kancellár közt a személyes kapcsolat nagyon jó volt. Pont. Ja, hozzátenném, hogy Helmut Kohl többször is felajánlotta nagy összegű és nagyon nagy lelkű kölcsönöket, pénzt Magyarországnak. Azt figyelembe véve, hogy Magyarország milyen elévülhetetlen értelmeket szerzett a határnyitásban, és szerintem ez egészen nagyon jó húzás volt a részünkről, egészen zseniális, szintén nagy lelkű dolog, hogy ezt mi nem fogadtuk el annak bizonyítékával, hogy szeretnénk valamit azért tenni, mert nem mi járunk vele jól, hanem egyszerűen tényleg csak a saját nagy lelkűségünket bizonyítandó, és ez azért gondolom ilyen szinten is megtérült a németek felé, akikkel igazán kölcsönösen bizalomra épülő kapcsolat alakult ki ezekben a kezdeti években. A válaszom az, hogy igen, de ez azt jelenti, hogy a probléma az volt, hogy a németektől kért mindenki pénzt, a harmadik világ, az amerikaiak, a kelet-európaiak, és ennyi pénz nem volt. A másik megjegyzés pedig az, hogy azóta eltelt 25 év, tehát egy új generáció nőtt föl Schrödernek vagy Merkelnek, Magyarország nem ugyanaz, mint Kohlnak, nem is lehet ugyanaz. A magyar nagykövet úgy járt a német kancellárhoz, mint ha haza menne. Normálisan egy magyar nagykövet egy kis ország képviselője Berlinben. Ez a helyzet. De akkor, amit elmondták, akkor ez tényleg így volt. Igen. Azt kérdezném még meg, talán az utolsó kérdésem lenne, hogy 2008 a pénzügyi világválság, vagy általános recesszió után azért nagyon sok helyről meg azt lehetett hallani, hogy megint igazából csak nagyon szigorúan monetáris gazdaságpolitika, ami az lényegében ugye a thatcherizmusnak például egy nagyon jelentős vonása, az, ami üdvözítő lehet, és az, ami igazából ebből a válságból, ebből kiutat mutathat. Most nyilván minden kormány egész Európában, meg az egész világban különféle megoldási javaslatokat adott át ennek a helyzetnek a kezelésére, de mondjuk csak a tanár úr említette, hogy azért a Cameroni politika azért alapvetően társadalomra fókuszál, de ezt a fajta Thatcheri örökséget a monetáris gazdaságpolitikáról, ez mennyire folytatja, mert különben tértünk ezt, hiszen tényleg kérdezik. A
Jobbik kormányzat? Hát kétségtelen, hogy Cameron az eredeti prioritásait módosítani kényszerült a 2008-as válság után. Én azonban azt mondom, de ezzel persze lehet vitatkozni, és nyilván ez egy személyes véleményem is. Itt a tisztelt jelenlők mást is gondolhatnak erről. Ugye a 2008-as válság éppen azt mutatta meg, hogy ez a nagyon hagyományos monetarista szemlélet, amelyet hát nagyrészt ugye Thatcher is átvett Hayektől, Friedmantól és másoktól, igazából nem alkalmas teljes mértékben a folyamatok irányítására, és valószínű, hogy azért ezt érzékelte Cameron is, amikor a hangsúlyokon jelentős mértékben változtatott, még ha a napi politikában ezt nem is tudta egy-egyben úgy megvalósítani, ahogy azt mondjuk a 2005-ös választási programjában, meg aztán később is ígérte. Úgyhogy nagyon röviden ennyit. Kína nem vett mérgezett amerikai papírokat, így a világgazdasági válság nem érte el Kínát. Rengeteg belső baja van, kérdeznek, de pont ezt a botrányt meghúzták. Köszönöm szépen, akkor azt hiszem, hogy ezekből Thatcher asszonyra és Póllal kapcsolatban is nagyon sok mindent hallottunk, és arra is többé-kevésbé választ kaptunk, hogy nekik köszönhetjük Európa mai arcát, mi az örökség, Európa arca mennyiben változik meg az, amit ránk hagytak. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy Thatcheri örökség nagyon is jelen van, nagyon is átalakította Nagy-Britanniát, ha ilyen hasonló mérvű póli örökségről nem is beszéltünk Németországban, de Európa átalakításában pedig mindenképpen. Köszönjük szépen a figyelmüket, és most még egy pár közönség kérdésre szeretnénk sort keríteni, amennyiben vannak, és nagyon reméljük, hogy lesznek, és utána pedig kisorsoljuk a könyvek nyerteseit, és azután jó éjszakát kívánunk. De most akkor először még azt kérdezném, hogy vannak-e kérdések? Parancsoljon! Köszönöm szépen, Ima Péter vagyok. Én nem akarok új mappát ilyen később nyitni, úgyhogy főleg a két könyvvel kapcsolatban kérdeznék. Ugye ez két politikusi életrajz. Ezek mögött ugye kormányok álltak, rengeteg szakértő. De azt tudnunk kell, hogy a politika önmagában nem sokat tud, részben követi, részben formálja a gazdaságot. Arra vagyok konkrétan kíváncsi, hogy ez mennyire érződik a könyvben, tehát az önéletrajzban, hogy politika soha nem lehet önjáró, tehát a gazdaságot részben követnie kell, vagy részben megpróbálja alakítani, de ugye nem tud kilépni a saját árnyékából. Köszönöm. Hát a szerző, nem olyat olvastam, Goldman Marjáról majd kollégám javik, nem így állítják be. Önnek igazából, hogy a gazdaság ugye nyilván meg nagyon nagy szerepet játszik, de ha olvassuk a memoárt, azért az a benyomás keletkezik, hogy itt szuverén cselekvőkről van szó, akik nem feltétlenül vetik magukat a kínálkozó kényszerűségeknek. És azt gondolom, hogy egyébként, és most nem akarok kényszerűségek, mert úgy van pákozik itt, sok tekintetben azért ez alá is támasztható. Hiszen Thatcher például hogy a kapitalizmus népszerűsítését, terjesztését küldetésének tekintette. Amikor több nagy brit cég privatizációja zajlott, akkor kifejezetten tudatosan törekedett arra, hogy kis részvényesek vegyék meg, azért, hogy társadalmi bázis legyen a kapitalizmusnak. Már akkor is leírták gazdasági szakértők, hogy praktikusabb, célszerű lett volna pusztán a gazdasági racionalitás szempontjából ezt jól működő nagy cégeknek adni, és nem számtalan kisemberkőt szétszórni, és ő mégsem ennek adott prioritást, pontosan az elvi meggyőzése miatt. Végigolvastam mind a kettőt, sokkal karizmatikusabban jön elő a gazdaság Thatchernek, mint Kohnál. Kohl a 11 hónapban biztonságpolitikát emeli ki, van gazdaság. Tehát el tudnám erőltetve magyarázni, hogy igen, így van, ahogy te kérdezted, de a valóságban Kohl a nemzetközi környezetre koncentrál, és nem a gazdaságra. Amellett a kérdésben természetesen neked van igazad. További kérdés? Nekem az lenne kérdésem, hogy mi volt az a pont, amikor a stratégiai fordulat beállt a NATO terjeszkedésére, a visszafordulását eredményezte, illetve próbáljuk megképzelni, milyen lenne ma egy visszafordított NATO helyzet.
európai szinten. Mi az, európai. Hogy visszafordított? Tehát, hogyha NATO nem terjeszkedett volna, hanem ugye a fegyverkezések leépítésevel együtt mondjuk stagnál, vagy esetleg másik típusú biztonságpolitikai szervezet jön létre, és hogy akkor ma milyen lenne a világ. Köszönöm. A válaszom az, hogyha februártól ráér, üljön be egy kurzusomra, és ezt mindig alatt átbeszéljük, de azért adok egy viszonylag normális választ. Hát az alapdilemma mind a NATO-nál, mind az Európai Uniónál az, hogy hosszú évek óta, évtized óta politikai és nem szakmai kritériumok alapján bővít. Ha kimerem mondani az igazat, akkor rengeteg olyan tag van az Európai Unióban és a NATO-ban, melyik abszolút alkalmatlan. Tovább megyek. Törökországot nem lehet az Európai Unióba fölvenni, mert alkalmatlan. Na most ettől kezdve ez egy érdekes kérdés. Én másfél mondanám. Mikor én volt, rengeteget tartottam német egyetemeken kutatóintézetek előadást. Akkor először megkérdezték tőlem, hogy oké, a Varsói szerződésnek vége, mi lesz a NATO sorsa? Én letöbbentem és rájöttem arra, hogy nyugaton ugyanaz a dilemma van, mint keleten. Mi lesz a rengeteg jól kereső hivatalnok sorsa? Leült velem egyszer egy NATO tábornok, és rengeteg példát tudnék elmondani, és azt mondta, hogy Mr. Nógrádi maga nagyon értelmes, oké. Mit gondol a hidegháború korában, hol volt a legtöbb ellenőrzés a NATO-nak? Mondom, az NDK-NSZK határa, azt hiszem, hogy ennél sokkal értelmesebb, az NSZK csehszlovákat, hiszen ugyan már, az Atlanti-óceán szigetein ott lehet baromi jól fürödni. Tehát emberekkel állok szembe, és ezek nagyon nagy igazságok. A NATO kereste a helyi szerepét, ma is keresi. Az ukrán válságnál végre találtak egy dolgot, ahol fölléphetnek. Zárójel a Rasmussen fölépései rendkívül negatívak voltak, még NATO oldalról is, mert ő 28 államot kellett volna egy képviselje, nem ezt tette. Tehát az alap dilemmám az, hogy a NATO kereste a helyi szerepét, volt egy pillanat, legyen esemleges Németország, ez a Kohl könyvben benne van, lehetetlen volt. Kohl erre is jól válaszolt, tehát az összes sorskérdésre jól válaszolt. De a NATO évtizedeken át kereste a helyét, szerepét. Távol álljon tőlem, hogy beleszüljük a brit belpolitikába. Itt a skót népszavazás. Oké. Okay. Minimális különbséggel a bemaradás győzött. És ha kiléptek volna attól, hogy nem lehet föltenni, mi lett volna, ha? Hát a NATO atomütőerő jelentős része skót kikötőben van. Kőolajfölkás skót partoknál van. Tehát rengeteg olyan dilemma lett volna, amire meg kellett volna keresni a választ. Azt mondtuk, hogy nem maradhat a NATO és EU tagja Skócia. Én erre nem vettem volna mérget, de előre kijelenteni bármit lehet. Szóval elnézést, a Holbrook könyvét, ha egyszer elolvassák a jugoszláv háborúról. A Holbrook elmegy Miloševićhez tárgyalni Belgrádba. És azt mondja a Holbrooknak a Milosevic, hogy nincs a kedve beszélni Karadzsicsal. Szóval ugye már háborús bűnös, nem álljuk vele szóba. Mire azt mondja Milosevic, tehát itt van a másik szobában. Ja, itt van, akkor beszélek vele. Ez a válasz. Valami kérdések esetleg, igen? Önök hogy látják azt, hogy az új Helmut Kohl könyv mennyiben ad plusz információkat, vagy plusz nézőpontokat egy korábban megjelent német újraértésítésről szóló könyvhöz képest, ami két német újságírónak Helmut Kohl-ral való beszélgetésének a terméke? Melyik? Rengeteg ilyen volt. Melyikre gondol? Elnézést. 90-es évek közepén jelent meg. Évente két ilyen könyv jelent meg, nekem otthon ilyenből 10 van, mennyire gondolok? Értem, most a konkrét szünetet sajnos nem tudom mondani. Erre most nem válaszolok, hogy szeretnék szűz lenni és egy útszerű szeretkezni, szóval így nehéz válaszolni. Tehát a válaszom az, hogy ez a könyv Kohl gondolatait írja le ebből a 11 hónapból. Rengeteg könyv jelent meg, tehát ha megmondja, hogy melyik, akkor lehet válaszolni, így nem lehet. De még egyszer, ez a könyv ezt a 11 hónapot brilliáns módon elemzi, pont. Ja, rövid kérdés, hogy jelen pillanatban országnak milyen kapcsolata van Angliával, illetve Németországgal, mert manapság ez a híreken keresztül nem jön át gazdasági, társadalmi, kulturális témakörben. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy Németországgal sokkal szorosabb van a kapcsolatok, de alapvetően Nagy-Britanniában sem
rosszak. Ugye itt a jelenlegi magyar politika, amit nem kívánnék be, bocsánatkozni, egy ponton találkozik a jelenlegi brit kormányzattal, ez ugye az Európai Unióhoz való meglehetősen szkeptikus viszony, ez egy jelentős tényező. Más ilyen zavaros kapcsolódást én nem emelnék ki. Köszönöm. Nem akarok idegen mikrofonokkal ékeskedni. Egy. Magyarországon a rendszerváltás után az első nyelv a német volt. Erről elkészült egy PhD dolgozat, 95-től veszi át ezt a szerepet az angol nyelv. Kettő. Tudom, hogy nem tartozik ide. Ma Nyugat-Európa minden államában, tehát a skandináv térség, Németország, Ausztria, akinek érettségénél többje van németül, azt mondják, hogy akadémiker, tehát diplomája van, jól beszél angolul. A franciáknál már nem, Dél-Európában nem, Törökországban még a tisztek sem tudnak angolul, ezért van a NATO tiszt, aki tud valamit angolul, tehát más a helyzet. A másik megjegyzés az, hogy Budapesten sokkal nagyobb a német érdeklődés, mint a brit. Hát itt vannak a német pártok alapítványai, itt a Konrad Adenauer, a Hans Seidel, és lehet felsorolni, és ezek a rendszerváltáskor rendkívül szerepet játszottak. Tehát tudom, hogy nem a reklám helye, de itt volt 15 évig a von Szólemaker, a Bajor pártól, a Hans Seidel-től. A Konrad Adenauer hihetetlen pozitív szerepet játszott, tehát ezek azért meghatározók voltak. A kulturális kapcsolatok jók, és megint amit mondok, bocsánatot kérek, Európa mai kulturális fővárosát Berlinnek hívják. Már réges-régen nem Párizs vagy más, Európa politikai központját szintén Berlinnek hívják, tehát új helyzet állt elő, a magyar-német kapcsolatok Magyarország számára létfontosságúak.